high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss, all forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, won't regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs some antiseptic. Szevasztok, srácok! Csodálatosan szép kora estét kívánok mindenkinek! Hello! Jó, már is kezdjünk bele. Azt mondja, hogy lájkot nyomtatok. Köszi szépen, Christopher! Hellóka, hello csá, hello, hello! Hali, sziasztok! Szevasztok, srácok! Csákó, hello Dávidom! Hello! Szép jó kora estét mindenkinek! Így van, csak egy néző. Köszönjük szépen! Na, húzzunk is fel! Akkor a szeróra. Nézzük mi a helyzet, hogy mik történtek azóta. Hali, hali, sziasztok! Valahol volt egy kérdés, ha jól emlékszem. Nem volt kérdés, de volt egy olyanunk Antal részéről. Sziasztok, apámnak van egy 480 lovas Subaru Impreza VRX STI-je. Az osztik? Az szép. Szép jó estét mindenkinek! Hello Zoltán! Szia Áron! Imádó foci, hello. Az egy miatta volt. Hol? Hol volt miatta? Nekem hát térkép nem, az egy 180SX. Yes. Na, hát most nem voltunk. Mikor nem voltunk? Pénteken akartam menni, de nem tudtam. Szombaton nem voltam, mert nem is tudtam volna lenni. Hát ja. Ma meg már vasárnap van. Elvileg a költözésünk sikeres volt. Hello, csá! Vadász, hogy vagy? Szia, youtuber! Jól! Bár mondjuk a... Nem tudom. Kicsit olyan nyomasztó az idő, vagy a levegő, vagy én nem tudom, de úgy leterhel. Amúgy jól vagyok, minden szuper. Elfáradtam. Nem tudom miben, de elfáradtam. De jó voltam amúgy a hétvége. Jó volt a
Play-t is valamilyen szinten, meg a lóerők éjszakája is. De ja, jó volt. El voltunk, mint a befőtt. 220-as idével vagyunk. Az azt igen. És kombi az autónk. Kombi VRX STI. Upszi. Hello, Musk. Nézted a tegnapi meccset? Nem néztem, nem. Vadászt a játékbeli Emilybe? Vagy szerelmes, vagy élőbe vagy szerelmes, vagy mind a kettő. Ugabesz! Nincs készletem! Az Bence, kösz szépen! Gáni! Hát Gabesz, engedd meg, hogy ebbe, vagy erre félig válaszoljak neked a játékbelibe. Engedd meg, hogy erre így válaszoljak, ugye abba, hogy kibe vagyok úgymond szerelmes, vagy kiért vagyok úgymond oda, hát így a magánéletet azt egy picit még hagyjuk. Nyilván előbb-utóbb szó lesz róla, meg beszélek róla, meg mesélünk róla, meg nyilván majd fogtok vele találkozni, ha úgy van. Vaj a víz. Igaz. De egyelőre ezt még ne erőltessük. Egyed lett a német meccs. Igen, azt hallottam, és le a kalappal a srácok előtt, tehát így, wow, ügyesek. Azt mondja, hogy még iszunk, meg még eszünk. Viszont ugye mi Franklin házához szeretünk volna felköltözni, de azzal volt egy Mazda RX-7, ami... Mazda RX-7, mi a véleményed? Mazda RX-7 az egy kiváló autó. Szegény taxi. Na látok. Mivel kellene közlekedni? Szerintem maradjunk a jó öreg Bömösnél. Szép esek jönnek, szevasztok srácok. Szóval az RX-7 az szerintem egy marha jó autó, úgyhogy nyilván ami nincsen lerúgva, az teljesen jó. Hogy tehát a hétvégét kellemesen, köszönöm szépen, jó volt. Sziasztok, hallom mindenki, BMW, van krem, így van. És nincs rajta sapka. Igen, Dávidom, mert azért volt rajtam sapka, mert annyira megnőtt a hajam, hogy hiába mostan meg, kezelhetetlen volt, össze-vissza kuszálódott a hajszál. Aztán alapból a hajvágógép volt egy fej, ami eltört, én nem tudtam arra a méretre levágni, ezért úgy voltam vele, hogy akkor toljuk le, aztán haj, majd visszanő. Merci elkezdett live-olni. Hát sok sikert kívánok neki, nyomja csak. De szokatlan vagy sapka nélkül áthunolt, köszönöm szépen. Ez ilyen változó lesz, hol lesz rajtam, hol nem lesz. Japán vagy német autó? Gaming. Ezzel most megfogtál. Nem tudok erre válaszolni. 50-50. Mondjuk én a lerugott meg egy jó kis projekt. Hát jó, csak tudod, azért nem mindegy az ára sem. Hello, vadász, hogy vagy? Szia, szasza, minden szuper, minden oké, okay, tök jó vagyok. Szavasz, Ábel! Üdvözöllek itt is. Olasz. Na jó, hát igen. Aki az alfáknak él, azoknak meg ugye az alfa. Jó, váltok srácok, akkor összegezzük a mai napot, beszéljünk a srácokkal, ugye Franklin háza az nem jött össze, ezért meg kell tudnom, hogy hová költöztünk. Valamint lesz egy boltrendszer, azt meg szeretném nektek mutatni, mert régebben már volt nekem egy bolton, ugye bemutatás céljából. Most is hasonlóképpen fogunk eljárni, veszek egy boltot, meglátjuk, hogy meg tudjuk-e tartani örökre, vagy nem. A boltról annyit kell tudnotok srácok, hogy PP-s a bolt. Mennyi pénzed van GTA-ba? Online-ba vagy itt? Szóval, hogy PP-s a bolt, és ugye úgy van a szabály, hogy a PP-s dolgok örökre megmaradnak neked. Tehát hiába kapsz teljes CK-t, a PP-s autóid, a PP-s dolgaid, azokat soha nem fogják elvenni, nyilván azért, mert ezért fizettél, tehát ezért a valódi pénzt adták ki. Ez nem az adott karakteredre van írva, hanem ez rád, mint játékosra van írva, úgyhogy a PP az mindig örökké megmarad. Kivéve a bolt. De a bolt is csak akkor fog tőled eltűnni, hogyha nem vagy aktív a szerveren. Tehát van egy PP-s boltod, ami mondok valamit 15.000 PP pont, ugye az 15.000 forint. Ha ezt a boltot te nem töltöd fel áruval, és nincsen forgalma a boltodnak, azzal ellehetetlíted a játékos társaidat úgymond, hogy ők RP-t tudjanak generálni.
teszem azt, egy rablásra rágyót vesznek, te azt a te boltodba tudják megvenni, ha viszont ott nem tudják, akkor csúszik az egész, tehát ahhoz, hogy te egy boltot vegyél, az komoly felelősség, viszont megéri, mert abból is van neked pénzed, abból is folyik be pénz, ugyanúgy, mint a bizniszrendszerből. Szóval, hogyha van egy boltod, és azt te nem töltöd, ezt ugye látják a tulajdonosok, látják az adminok, látják mindent, mindenki látja, és panasz érkezik arra, hogy mit tudom én, a 11-es bolt, mondjuk az pont a pengéknél van, mindegy, a 11-es boltot nem töltik már hetek óta, akkor megnézik a logba, hogy te karaktered mikor volt fent utoljára, vagyis hogy te mikor voltál fent utoljára a játékban, és ha azt látják, hogy hetek óta nem voltál, akkor ezzel azt veszik alapul, hogy te már más szerveren játszol, és ilyenkor viszont elveszik tőled a boltot, de erre fel is hívják a figyelmedet, hogy ezt csak úgy vedd meg, ha ezért a felelősséget válasz, hogy ezt te tudod csinálni. Ha nem tudod csinálni, akkor el fogják venni, ha nem vagy aktív bolt tulajdonos. Úgyhogy srácok, boltot csak így érdemes megvenni. Hello Császi, a Patrikom, én látom, hogy te mit írtál, nincsen ezzel semmi baj. Viszont tartva az üzenetet. Boltról ennyit, úgyhogy elmegyünk, nézzünk majd egy boltot. A Hung Expo-n a formában vettem egy 2-es golfot, és tök menő volt. Na, örülök neki. Hihó, szia Martin. Rágyó. Jó, hogy a kezemben van. 770? Nem. Mi a rágyónk, basszus? Elfelejtettem az új rágyókódot. Azt mondja, hogy a keszitartóba találok egy cetlit. Találok egy cetlit a keszitartóba, érted? 757. Az a régi volt, Nimikém. Nem, az a régi volt, ezt változtatunk kellett, mert azt tudja már a rendőrség. Szóval keresem a cetlit. Ez nem az én kiírásom. 760. 93-5 az a látszos okéval együtt. Megtaláltam a cetlit. A fűmagot meg ilyeket akarsz, vagy mit? Jaj. Ajjaj, az a piros aki. Ajj, bazd. Hello, csá. Mit köszi? Hello, hoppá, hello, főni. Majd beszélni szeretnék veled négy szem közt, csak most elmegyünk bevásárolni. Oksa. Mondjad. Hát, tudod, ilyen botanikai dolgokat. Ja, azt vágom, hol találkozunk? Figyelj, a régi házhoz, vagy autókernél, jó? Mert van egy új meglepítés. Kettő új meglepetés. Akkor melyik használt autó? Picit megvárakoztatunk addig, de erre nem csak, baj. Csak tényleg azt, hogy be kéne vásárolni, mert a faszom rendőrökkel most a nemzet miatt elment az idő, és tönkre mentek a növényeim. És már nincsen annyi alapanyag, már víz meg műtrágya, hogy ja, gondozni tudjam őket. Nemzeti... Hát, volt egy. Jó van, figyelj, használt autónál leparkolok, azt ott várlak titeket akkor. Oké. Na, megnézed autókért? Még kerültek már be új autók? Azt tudom, hogy fognak bekerülni, meg a jelenlegi autók is rendben lesznek rakva. Ha minden igaz, sőt lehet már meg is csinálni. Azt hittem, hogy szöges volt van előttem. Na, hogy még fél mérföld. Ricsi. Oké. Szóval-e? Még van. Még be kéne, venni kéne le pénzt. Tudjátok, hogy biztonság kedvéért, nem tudom, beszélni meg majd megtanulok, beállok ide. Szia, Lacikám! Supra MK-t. Igen. Nem tudom. Ennek az új Suprának nekem a hátulja nagyon tetszik. Oldalról kevésbé, szemből egyáltalán nem tetszik. Mi lesz ma? Hát
Nem tudom. Ez is jó amúgy, mert nagyon sokszor utólag volt, hogy megkaptam, hogy más volt a címben, mint ami történt a játékban, hogy ez miért volt. Azért, mert ugye ezek nem igazán vannak megbeszélve, ugye ez mi? Szóval ugye szeretnénk magunknak is úgymond meglepetést okozni, illetve egy olyan IC szálat vinni, amiről napi szinten van meglepetés, mert ugye egy IC szál, egy RP szál, az nem feltétlen egy napból vagy két napból áll, az lehet egy hét, lehet egy hónap, lehet fél év, ez a lényege az RP-nek, hogy elhúzzuk amennyire lehet. És ugye nem mindig beszéljük meg, tehát most nekem is bele van írva a címbe, hogy szövetségbe léptünk ugye a Bláccal, ebből mi fog kisülni, illetve hogy vadásznak-e majd ránk emiatt a szürkék, vagy vadásznak jelenleg ránk a szürkék, nem tudom. Meglátjuk. Ali, be tudnád mutatni a VIP rendszert? Imre, kompletten az elejétől fogva nem tudnám bemutatni. Annyi van, hogy... Várjál, megpróbálom neked elmondani. Megvan a Premium Bolt, itt van egy ilyen, hogy 30 napos VIP, meg 90 napos VIP. Ugye a 30 napos az egy hónapig szól, az keményen 3000 forintotba kerül. Viszont ehhez a 3000 forinthoz, de egy hónapig napi szinten kapsz egy LL boxot, fegyvertöltényt, meg kaporos sorsegyet, ez a napi ajándék. Emellett lesz neked egy ilyen VIP menüd, ahol fegyvereken tudsz skint cserélni. Tehát ilyen zöldre tudod, aranyszínűre, rózsaszínre, katonaira, ORFK-ra, narancs, szóval itt látod, ilyen színeket tudsz rátenni. Erről annyit kell tudni, hogy ha ezt ráteszed, viszont utána zsebre teszed a fegyvert, akkor ez a skin ez leugrik róla, hogyha legközelebb előveszed, de ugyanígy megnyomod az óbetűt, ide visszamész, már ugyanitt fog várni téged az, hogy platinum, ha ilyet tettél rá, nyomsz egy entert és megint rajta van. Valamint tudsz rendszámot módosítani, ugye ha jól tudom, akkor ez 5 betű lehet maximum, bocsánat. Ha jól tudom, akkor ez 5 betű lehet, több nem. C-kereszt módosítás, itt vannak, ezeket látod, ezeket tudod alkalmazni. Hogyha más C-keresztet szeretnél, de ezt is, amíg tart a VIP-et, addig ezt meg tudod csinálni. Akkor elvileg ez nem sokára majd itt eltűnik. Itt mutatja nekünk, hogy backspace-szel menjünk vissza. Nem akarja. Most sikerült. Csak várni kell egy picit. Neon rendszer. Bocsánat, elnézést. Neon rendszer az meg úgy... Mehetünk. Úgy néz ki. Bejössz egy autóba, amelyiket szeretnéd. Nyomsz egy O betűt, ugye előhozza a VIP rendszert. Menjünk egyszerre az autókerhez, nem? Várjál, hogy álljak, hogy lássad. Így jó. Nem jó. Lehet ki kéne ezért állnom. Így, neon rendszer. Itt meg tudod adni, hogy hol világítson az autódon neon. Hát rohadtul nem fogod látni, szerintem. Igen, hát kellemetlen, elnézést kihányok, egy fél pillanatot kérek tőled. Adunk neki egy szint, ami... Mi az, ami kirívó? Várjál, olyan helyre állunk, ahol lehet látni. Hopp! Így lehet látni. Szóval, neon rendszer. Itt van az autód, ugye? És így meg tudod neki határozni, hogy így most mindenhol világít a neon. Ha így csinálsz, akkor csak ezen az oldalán világít, a másikon nem. Ha így csinálsz, már a másik oldalon is világít, ha így, akkor már elől is. Hello, Zolikám, köszönöm szépen, egy szponzor lettél, köszönöm szépen. És végül is így egyesével be tud állítani, hogy hol legyen neon, vagy fogod, azt az egész alatt lesz neon. Ezek után be tud állítani azt, hogy a neonod milyen animációt csináljon. Össze-vissza pulzál, akkor így pulzál, így villog, ezt csinálja, meg hogy ilyet csinál. Most ezt szoktam neked, hogy megmondani, pulzál össze-vissza. Itt visszamész, rámész a szín skálára, kiválasztasz magadnak egy tetszeleges szint, mondjuk legyen a piros, ami narancs, de ne foglalkozz vele. Ez itt így ennyi. Itt be tudod állítani, hogy az animáció milyen gyorsan villogjon. Ha nem állítasz be neki szint, akkor RGB sem fog világítani, és azt is be tudod állítani, hogy milyen gyorsan váltogassa az RGB színeket. Igazából ez így ennyi. Van még itt egy olyan, hogy Xenon, itt viszont
különböző izzókat tudsz beletenni az autóba, amiért szeretnél, nekem a Xenon a kedvencem, mert szeretem. Illetve egy napi ajándék, amit most át is vettünk. És tényleg ez napi szinten jár nektek, ha vesztek egy 30 napos VIP csomagot. Tavasz malol. Hello. Na, hello, Kö. Hello, hello. Akartam valamit mondani? Ja, ja, igen. Nem. Hát, vagy azt majd megmutatjuk? Yeah. Jó, akkor igazából én csak azt akarom mondani, hogy nem tudom, hogy ez mennyire ez jó vagy rossz hír a számodra, viszont én a legális részét azt itt fogom hagyni. Azért, mert éttermet fogok nyitni. Egy olasz éttermet a város szélén, a Óriás keréknél. Az igen. És amúgy ezt meg is lehet beszélni, hogyha arról van szó, akkor hozhatok nektek ételeket, ilyen beszállító partner. Aha. Jó van, hát igazából jövőjétem mindenféleképpen el kell kezdeni az autó kell csinálni. Fel kell vennem a kapcsolatot a designerrel is, mert logót cseréltetni szeretnék, meg plakátokat, meg ilyeneket, úgyhogy jövőjétem ezt mindenféleképpen akarom csinálni, csak hát ugye időt kell rászállni. És amúgy, ha arról van szó, akkor ilyen kölcsönös hirdetéshez meg lehetne is értedni. Ja, én persze. Is reklámozom az autókért, is reklámoztok engem, stb. Jó, ha hogyne, persze, ez természetes. Viszont a másik oldalban még ugyanígy itt fogok maradni veletek. Hát ebbe reménykedtem. Ugyanúgy a házba. És ugyanúgy segíteni fogok titeket. Csak hát annyi különbség, hogy most már nem itt fogok sepregetni, hanem ott az éttermemben. Jó van, oké. Na hát legörülök, hogy meg lehet beszélve. Majd még ma fogjuk vagy megcsinálni az épületet, mármint kapom meg a kulcsokat, be fogom berendezni, meg egyebek. Csak ugye kellenek az angyalok is hozzá. Azok nem tudom, hol a faszba vannak. Hát lehet, hogy ők van, vagy dolguk van. Tudod, fogtündérek, meg ilyenek aztán. Hát igen. Na hát akkor induljunk. Jaj, van egy kicsi dolog, amit mutatnánk. Ja, hogy megyünk. Azt hittem, hogy itt kellett. Jaj. Itt nem, van nem. Valami. Á, nem. Ja, jó, akkor jövök. Jó, a neont azt megoldjuk gyorsan alatta. Italiano pizza pepperoni. Lehet, hogy nem teljes mértékben fogsz neki örülni, mert nem az, amit gondoltál elsőnek, de mindegy. Ezt kell ott mondani. Ó, akkor ezek szerint a kecó. Nem biztos. Nem. Föl kell töltenünk majd a készletet, srácok, mert megint kifogyott. És valahogy majd a live-ba behozzuk a boltot is, megcsináljuk. Ja, meg került be kis állatkereskedés, úgyhogy kéne venni valami kutymot. Vagy cicát. Szúrjuk el a BMW-nek. El kéne vinni tuningoltatni ezt is, de kéne hozzá lopni. Az nem. Devi. Most te a videós Davy-re gondolsz? Nem tudom, hogy ő még RP-zik-e, vagy már abba hagyta. La Fuente? Oha! Na, hát tehát ez lett az új kecó, igazából terület, telek, minden. Aha. Az előzővel voltak problémák, tudod, amikor megrendeltük a szekrényeket, meg ilyesmicsket. Hotel. Jaj, mindenféle. Hát rossz helyre rakták le, meg ilyesmi. Rosszul lett berendezve az egész ház, szóval nem volt a legjobb, ezért gyorsan választottunk egyet így, spontán, és akkor ez lett. Aha. Hát még lehet, hogy lehet ezt változtatni, vagy másikat. Aha. Most ez így gyors lett, érted? Hello, Travis. Én azt hittem, hogy ez a ház, ez már valakié. Volt. Ja, hogy csak volt.
Hát persze, Ryan-ig. Meg kell papírozni. Ryan-ig. Tudod, csak amikor még beépítettek voltunk. Aha. Tudod, amikor csapatába tartoztam, itt tanyáztunk. És illetve a másik, csak ezt most nem fogjuk tudni megmutatni. Mert történt egy kis incidens. És vagy heli csapatnak. Dino részvételével összejött ez. Aha. Szóval, hát, igen, már konfigod. Ki is próbáltuk. Travis, párszor lett baja, de amúgy csata a leírásban, azt hiszem, le van írva, hogy mi van a gépemben. Nemzetizni. Mi is ők besegítettek a helikopterre. És mi volt a nemzetin? Vagy ez hogy jött? Kitaláltak itt? Ti vagy a pirosak? Pirosak. Pirosak. Viszont kaptunk egy jókora részesedést, mármint azt ilyen is osztottuk, meg beraktuk egy részét a... Uh-huh. Ami majd golyóállóra költjük, vagy amire kell. Persze, ügyesek vagytok. Akkor gyere, nézzük meg bent. Szerintem amúgy ilyen kicsit antik, nem modern, de amúgy... Ó, én szeretem. Szeretem az ilyeneket. Jó, varázs, van helitek? Ja, szép dolog. Van. Dino. Még lesz majd ruhásszekrényük is, jelenleg az még nem. Azt majd hajnali négykor fogják, vagy hát nem hajnali, hanem reggel négykor fogják majd behozni. Tehát, ha minden igaz, vagy itt, vagy valamelyik ajtónál lesz egy szekrény, itt van nektek a papírjait. Hát ennél nehezen fog lenni, mert ugye... A környéken, nem? Uh-huh. Itt van enne az asztalnál. Na uh-huh. Igen. Ott tudsz hozzányúlni a papírokhoz, elhoztunk mindent. Ja, azt hittem, hogy a táncosnél össze tudok itt hozzányúlni. Jaj, nem. Tudod, te rejtett kis fakkabba. Még nem tudom, hogy ez most így hogy fogom tudni, vagy hogy fogjuk tudni megoldani. Mert hogy ugye én, hogy így nekem DJ kell így az autókereskedésből. És ugye én csak így tudok hozzá kulcsot kapni, hogy autókeres vagyok. Ezt még egyszer? Hát ez már jó kérdés. Hát ugye, hogy nekem, hogyha éttermem lesz, akkor nekem ki kell lépnem az autókereskedésből. Viszont igen. Ezekhez csak kulcsot úgy kapok, hogy autókeres vagyok. Érted, nem? Hát, ja, értem. De hát az... Szóval ezt majd még meg kell majd velük izélni, hogy hogyan legyen. Hát figyelj, másodásból, hogyha mi az étteremnél nincs semmi, akkor jössz hozzánk, mit tudom én. Hát nem tudom, ezt így meg lehet-e oldani. Egy ja. Konyha rész. Majd mindjárt megbeszélem. Majd lehívom az angyalkákat, oké? Okay? Okay. Nagy szekrénynél tárolunk. Itt van mindent, áthoztunk, dobozoltunk ha. Is, meg innen. Látom, szépen befért ide minden. Persze. Amúgy és akkor tetszik. Nagyjából most így ennyi még hátra lehet menni. Lehet, hogy ki lehet bővíteni, ha úgy van. Mert ezek zárva vannak. Ja, hogy ezek zárt ajtók. Nincsen kulcsunk hozzá. Ingatlan most nem adott, nem tudom mi. Aha. És így ennyi. Persze, ugye, hátul azért vannak. Nyugodtan kérdez. Hogy ne csűrök, látom. Meg lovaknak hely. Plusz a helipad. Uh-huh. Hát, ja, most ez jött össze. Hát itt van medence. Jó ez. Kis kert. Aha. Éjjel meg van világítva az egész hely, bekapcsolódnak a lámpák. Na, ez tetszik. Yeah. Itt egy kis bár, ha úgy van. Az a legjobb, hogyha még hogy nem is az, hogy véletlenül, hanem rajtunk ütnek, akkor jó pár helyre el tudunk bújni. Persze. Uh-huh. Hát nem akarok vészjósó lenni, de ezzel valahogy lehet számolni kéne a közeljövőbe, hogy kicsit többször nézzünk a hátunk mögé. A szürkékkel mondjuk mostában találkoztunk, főleg olyan autóval is, amit ismernek, meg nekik is mentünk véletlen, mármint hogy csak ütköztünk, és nem csináltak semmit, szóval most vagy lenyugodtak, vagy én nem tudom, de... Hát az tegnap lövöldöztek eléggé. Mindenkit is raboltak össze, viszonylag lövöldöztek. Hát jó volt, a raboltak persze akkor, meg ugye pénzszállítót is raboltak, azt hiszem. Uh-huh. Azt nem szóval tudom. Jön. Hát ja, az összes rendőrt lelőtték. Egy pillanat alatt. Jó, hát most egyelőre én úgy vagyok vele, hogy a szürkékkel egyelőre tartunk egy biztos távolságot, nem tudom mit akarnak pontosan. De holnapra kéne beszélni a pirosokkal, hogy akkor így, hogy megvan a kecó, akkor holnap tartsunk egy házavatót. És... Vásároljunk be ma alkoholból. Majd csináljuk úgy, hogy az egyik autó csomagtartójába veszünk hűtőtáskát, és akkor a csomiba fogjuk tárolni az alkoholt. Azzal az autóval valahogy ide beállunk majd az asztalokhoz, úgyis itt van a medence. És akkor majd a csomiból tudnak inni a pirosak is, meg majd tudunk inni mi is, nem kell folyton beszaladni a házba. Akkor holnap tartsunk egy házavatót. Aztán majd meglátjuk. Azt a mindenségét.
Fél szemmel láttam, van egy golf pályánk. Hát ilyen pici. Azt a mindenit. Na, hát de az... ütő nincs hozzá, szóval... Ja, hát már csak maga az, hogy van már, az egy nagy szó. Másnak még ennyi sincs. Tehát amúgy a telek az eléggé szép nagy. Tehát meg lehet hátul drittelni. Ugye elmegy. Uh-huh. Minden. Ja, hát meg hátul vannak a palántek. Hát igen, a botanikus kertünk még ugye itt is jó. Mondjuk több. És erre senki nem mászkál, konkrétan legalábbis eddig nem mászkált, figyeltük is, meg minden. Most majd lehet, hogy fognak. Hoppári! Hoppári! Hú, persze, már megszoktam. Akkor jó. Mai nap. Ajjaj. Hello, Csel, megjöttem. Szia, Xavier. 9-ig tart a live, mert szeretnék írni DC-n. Így van, Ábel, 9-ig tart. Mi történt? Elköltöztünk. Biztos jól estem. Négy napja nyitott meg a szerverünk. Lenne kedved... Hát figyelj, meg ide be lehet bujkálni, meg mindent el lehet rakni, aha, úgy van. Persze, fel tudok menni, meg tudom nézni a szervert, de... azt neked is, nem ott tudom... vannak az én palántáim. Igen. Ja, itt hátul? Ja, ó, látom. Na, nekem itt vannak, mert mindenki minden jó helyet belopott. Aha, Ricsi, igen, voltam, nagyon sántít az. Hátulra. Ja, nem, ez csak direkt van, esküszöm. Aha. Ja, itt mögöttünk meg már az autópálya van. Aha, szóval, uh-huh, hogyha nagy lenne az izé, akkor egy terepjáróval még le is tudunk menni oda. Ah, kell nézni. Hát, nagyon meredek, szóval kerülni kell, de ja. Hát, biztos van olyan, ahol le lehet. Vegyünk Ford Raptor. Itt hátul bent be lehet bújni, ez a... kő kupac mögé, vagy nem tudom mi ez. Aha. Úgy van. Hát, hogyha valaki, van. Valakivel valami bajunk van, akkor még őt ide is el tudjuk hozni, az dobunk rá kavicsot. Persze. Ja, hát ki mondta azt, hogy már nem tettük meg. Ó, bocsánat, én kérek elmondani. Valójában csak igazából pár kavics van rajta. Szóval meg tudom nézni persze a szervered, vagy szervereket. Hát jó, szóval így ennyi, ugye a heliped az jó, hogy itt van, mert akkor lett heli. Hm, még szóval azzal van. Egy kicsit, hát nem innen hozzuk el, hanem még a fő reptéről, vagy honnan. Aha. Uh-huh. Viszont már meg van csinálva, fő is van tuningolva minden. Ja, meg lehet illegális boxversenyt is csinálni, hogy úgy van. Ja, hát igen. Ezt mondjuk jó. Még van, izé, javaj, ez a másiknál. Tehát hogyha... szép. Nem tudják meg tényleg, hogy mi itt mit csinálunk, meg semmi, akkor itt lehetne eseményeket is szervezni, mindenféle. Aha. Szóval, ja. Balból. Meg ugye, tudom, hogy hallottál el róla, nyílt kis állatkereskedés kint a sivatagból, ott a moteleknél. Tényleg, odakint? Ja, hát ott kell megvenni. Ja, ott a helyipad. Kicsit se vették le szemben. Van a városban, a régi házunk alatt kicsivel... ilyen állatkórház, meg ilyen megőrző. Az komoly. Szóval, ja. Jó van, figyelj, hát tetszik, nektek tetszik ez a hely? Őszintén nekem igen, annyi lehetne maximum egy kicsivel nagyobb a ház belül, de nem hiszem, hogy túl sokat leszünk bent, tehát... Ja. Na, ott van Dino is. Ott van Dino, nagyon jó. Hát így az autóját láttam, csak azt hittem, hogy alszik. Szavasz, Dino! Szerdínyó. Na hello. Na csá. Na mi a helyzet? Hallom, voltatok. Hát annyi van. Voltatok államizni. Ja. Jó van, és amúgy minden flottul ment? Szokás szerint természetesen sikeres volt, mint mindig. Sikeres, jó van, helyes. Nyiss egy elelbok. Ja, hát nyitok is, srácok, parancsolj. Nagyon szívesen megmutatnám a legnagyobb durranást, de jelenleg nem tudom. A legnagyobb durranás. Hát ezt már mégis mondtuk, csak mondtuk, hogy ja. Nincs itt nagyon. Hát igazából, Rich, hogyha bevállalós vagy, akkor megmutatjuk. Ja, a helikopter. Elviszel oda. Nagyon úristen. Egy pillanat elültetik. Hol is mehetünk, jó? Az ám bizony. Na, szuper. Igen, itt a helipagot látom is. Nyugodtan. Ha mondod PM... Ja, igen. Szia, parancsolj. Elküldheted, csak azzal azért legyél úgy tisztában, hogy dolgozom. Ugye a főszerverem az a Last Life. Föl tudok menni, meg tudom nézni, meg ha úgy van, akkor tudok róla úgymond neked egy véleményt alkotni, nem mint hogyha egy olyan hogy nagy RP minőség ellenőr lennék, vagy ilyesmi. De így az első benyomást el tudom róla mondani. Elintézzük az IC-t, utolja a DJ-t. Mindjárt én is megöntözöm a növényt.
Ja, valamit kell intéznünk, Balú, mert amit ahogy a múltkor megjelentél, az úgy nem volt jó nagyon. Majd nem, mert nincsen nálam annyi hely. Lekapod a sorsát? Imi, a kérdésed, hát parancsolj. Nézzük. Emily keresi a Tomászt. De Tomász nem reagál. Tomász az nincs. Hát ez most nem adta. Ez itt egy... Tízes lett volna, hogyha van valami bőrd dupla. Vagy három szimbólum. Mi a másik? Lószer? Lőszer. Na, itt vagyunk a tanyán, aztán már lőszer helyett lószert mondok. Lószal. Balázs. Ja igen, te vagy az. Jó, azt elintézzük. Hello, Chan, megjöttem. Igen, az meg volt. Jó, akkor nem vagyok lemaradva. Elvileg elhozzák a... Erre felférsz? Nem mi. De az két személyes. Ez szerintem, hát hogyha van ott még egy bukó... Ez... Oh, tökéletesen jó. Hova mentek? Heli. És akkor mi itt maradjunk? Három perc és jövünk vissza. Az... Ja, jó van. Mi van még? Ha nem jövünk, akkor meghaltunk. Mi van még itt bekartonozva? Hát ez egy kurva jó kérdés, nem tudom. Ha én belenézek a kartonba, mert nyitva van félig a teteje, és most már semmit nem... Ja, de mire akartam? 100 plusz benzin, üzemanyag. Azt majd nem tudom, mit keresik. Na mindegy. Van közben itt lent a garázsnál majd egy doboz üzemanyag. Jó. Sikerült amúgy mindent áthozni? Igen, mindent is áthoztunk. Autókat akkor, is. Akkor a másik háznál már nincsen semmi. Semmi. Egyáltalán okay. Nincs semmi. Na, mindjárt akkor körbe szaladok, hogy mennyire látható meg bevéthető a hely. Jó van. Föl tehet menni a tetőre? Nem lehet felmenni a tetőre. Arra sem lehet felugrani. Hát... Most a fűről nem fog felugrani, mert most belegondolunk, az hol bírna el engem. Erre viszont fel lehet menni. És most van kivilágítva. Játszok. Nem rossz. Ide lehajtogatjuk a rucinkat. Igen, ezt is leveszem. Nagyon jó. Aha, biztonság kedvéért nem olyan mély a medence, hogy meg tudjunk benne fulladni. Nyakkendőnk az rajtunk maradt, tehát ez így divatos. Én elmegyek motorozni, az unokabátyám, az... Ja, sziasztok, helyes Ábel, menjél csak, nyomjad neki, most jó idő van. Megrázzuk magunkat, mint egy kutyus. Már nem is vagyunk eléggé vizesek. Most már csak a ruhánk vizes. Nagyon jó. Régen ez a HQ az Albán mafiai volt, én is közül tartoztam. Na, Imikém. Hát most már a miénk lett. Kertész itt hagyta a fűnyírót, majd csökkbe lesz rúgva. Az épp pacek a hely. Szerintem is, Imikém, nem rossz. Ugye ez is tervben volt. Meg erre van egy tök jó mappolás elvileg, ahogy kerítésre körbe van vezetve az egész. De szerintem így, hogy nyílt, így is jó lesz, mert ha megtudják, hogy ki, csak nem fognak ide jönni. Akkor holnap itt kéne tartani egy bulit a Blackszal. Múltkor megadtam a telószámom. Jó. Ja igen, hogy így szépen be tudjuk-e behozni. Valahogy megoldjuk, mert amúgy... Ha minden jól megy, akkor holnap lesz egy olyan csapattársunk, fogalmazzunk így, amolyan TGF, egy olyan emberről, olyan emberrel, akit ti is ismerhettek régebről, és most velünk fog lenni egy csapatba. Kíváncsi leszek majd a véleményetekre. Helipad megvan. Tény, hogy nagy. Figyelj, meg lesz, jó lesz ez. Jó nap, jó hely, csak sok oldalról be lehet támadni. Ugyanezt mondom, Szkavér. Ugyanezt, hogy... nyílt. Tényleg nyílt.
Ezt a vizét megnézem, hogy milyen autót vegyek ehhez. Most kíváncsiak, hogy a Toyota, a nagy Toyotával, aminek borzasztó nagy kereke van, azzal le tudok-e menni, hogyha beüt a szar. Az a Neon, úristen, ezt mindjárt kicseréljük. Látok, Neon cserélünk, mert ez így nem jó. Neon rendszer, cím. Ez jó, ez zöld. De a BMW alá Neon, nem áll. Ez nem élik hozzá. Igen. Jó nagy birtok, jó nagy. Dave, DJ? ORFK-s volt? Ah, na, a srácok. Igen, ORFK-s volt, ezt elmondtam. Azt hiszem tudom ki lesz helyes gaming. Hol vannak a többiek? Elmentük a helikopterért. Vagy esetleg Dave, vagy Cukor? Hát mondjuk Cukorral jó lenne, de én úgy tudom, hogy Cukornak elment a kedve az RP-től, úgyhogy... Hát rá nem nagyon tudunk számítani. Lesz RGB-s! Várjatok, srácok! Ez lesz a legjobb, RGB-s. Szevasz Dave, hello. Hányan vagytok a frakcióban? 12-en, ha minden igaz. Holnap jön egy új tag, vele akkor nagyjából 13-an. Mégis RP-k is jók voltak, jó bizony. Goretto Roberto, hát ő biztos, hogy nem. Ja. Növesztik itt a dolgokat a srácok. Kicsit se lesz feltűnő ez az autóval rodeózni a városba. Várjál, azt hiszem tudom ki lesz. Na, animikém. Holnap kiderül, srácok. Holnap mindenképpen kiderül. De 100%. Honnan tudod, hogy 100%? Ciao, Dave, mikor jössz fel a szeróra, csak mert tudod az a... Na itt van Dani. Ricsi, meg vagytok? Igen, csak a helit próbáljuk visszaszerezni, csak nehéz picit. Ja, jó van, mert mondtad, hogy 3 perc, az volt egy pár percet, csak mondom, ne legyen baj. Ja igen, amúgy srácok, ez így. Most amit látok Boszkon, tehát itt gyűrött zakó. Én addig itt bent el vagyok, iszogatok. Nyakkendő is úgy tudod, olyan lazán van hagyva, tehát ez a beleszar a dolgaiba Boszkó, tehát így most annyira ki van, hogy Emiri úgymond nincsen mellette, csak ugye nem ad ennek hangot, viszont látszatja van. Ha 13-an vagytok, akkor miért csak 5 vagy 6-ot láttam? Mert máshogy, más időközönként vannak fönt a srácok. Viszont hogyha úgy van, hogy kiírom a hűtőre, hogy fel kéne jönni mindenkinek, mert mit tudom én, vagy mindenkinek ébredeznie kéne, mert készülünk egy balhéra, akkor lennénk többen is. Ja, nagyjából azzal lehet számolni kb., hogy annyian lehetünk. Meg lesz majd TGF ugye az autókerbe. Autókerből meg lesz majd a mafiához is, úgyhogy fogunk növekedni, csak ugye ezeket mindenképpen előbb el kellett intézni. Malo lesz szerintem az új tag. Vajon Dávid az vadász? Ah, nem, én nem vagyok Dávid. Ugye, Xavier? Ez így van. Mindenkinek megvan a szabad ideje, hogy ki mikor ér rá. Én például ugye hétköznap, meg így vasárnap így 7-9-ig. De látod például Ricsi már korábban fönt van, Dini régebb
Dino régebb óta fönt van. Hát vannak a srácok, csak nem egyszerre. Alfonz? Ki tudja. Ja, hogy úgy kérdezed. Ő ki vagy? Csá, Füves vagyok. Csá, Füves, mi a helyzet? Figyelj már, ezért... Fülembe jutott, hogy holnap akartok valami nyitó bulit tartani. Ja, várunk majd szeretettel. Ja, de viszont ebben nekem van egy kis inform a számotokra. Na, telefontálva vagy akarsz találkozni? Valahol ütközzünk ketten, jó? Ütközzünk ketten. Mindjárt elindulok, és akkor nézek egy helyet, mert most itthon okay. vagyok. Oké, okay, dobj egy kordif. Oksa, cső. Cső. Na, Gengó. Ricsi, amíg intézzük a helikoptert, el kell ugranom egy helyre, mert most hívtak föl. Jó, oké, és mi addig kicsit cseszekedünk közben. Oksa, itt leszek a háztól nem messze. Oké, ha bármi van, szólj. Mindenképp. Jaj, most zártam le. Merre menjünk? Stadionok. Hibátlan lesz. Lopárik. Mindjárt vagyok, srácok, csak nem akarom összetörni az autót. Ez még belefér. Ez már kevésbé. Mit akarok? Nem. Autómenüt szeretnék kérni. Majdnem összejött, amit akartam. 440. Ilyennel nem beszéltem. Jó volt. Tavér, jó volt minden. Csá. Na cső, figyelj, nem bonyolítom túl, nagy színpad. Oké, mindjárt megyek. Oksa, cső. Csá. Szevasz, Márk. Milyen napod? Ja, jó volt, szóval minden rendben volt. Elég gyorsan elment ez a péntek este, szombat egész nap. Meg még így a vasárnap is elég gyorsan elment, az, az igazság. Holnaptól kezdődik a mókuskerék. Ma 9-ig leszek fixen, mert 9 után lesz egy megbeszélés Discordon. Na jó, megyek egy kis Fortnite-ot, de hallottam a streamet. Oké, szupikám. Ja igen, Fortnite. Sokszor inveltek, hogy menjünk együtt játszani. A streamen kívül játszok Fortit, srácok, akkor én maximum csak levezetek úgymond feszültséget, vagy tudod, úgy jól esik darálni. Nem győzelemre megyek meg semmire, tehát hogyha elkezdek játszani és kilőnek, pont nem érdekel. És nem akarom a ti játékélményeteket, vagy a ti statisztikátokat lejjebb rontani, úgyhogy azt szeretném úgy egyedül letudni. Nem szoktam sokat menni egy-két kör, max 3, és akkor én utána lépek is. De várjuk, elegánsan kell várni. Neki dől. Mit nem írtam be? Nem. Nem, falnak dől. Kristóf, nagyon szépen köszönöm. Pajti, azt tudom mindenit. Köszi szépen. Szépen lesz jó játékot, köszönöm szépen. Rajta vagyunk, hogy jó legyen, ugye? Azért is örülök neki, hogy minden egyes nap streamelek nektek úgy, hogy nem csak Bandesz. Köszönöm szépen Bandeszkám. És ott van Zoltánom is, 3 nap. Zolikám, nagyon szépen köszönöm. Kapcsolattartó egy cégnél. Ez így van?
Egyébként mit melózol, ha nem nekünk gyártasz tartalmat? És Zolikám, már Dávid meg is válaszolta. Kapcsolatfenntartó vagyok egy cégnél, de azon belül elég sok minden más is csinálok, csak hát ez senkit nem érdekel körülbelül. De szeretnék átállni 6 órás munkarendbe, mert sokkal több időt szeretnék a YouTube-ra fordítani, mind live terén, mind videó felvétel terén, tehát szeretnék videót is felvenni nektek, amiket meg tudok vágni és ki tudok tenni. És mit tudom én, amikor hétköznap 7-től 9-ig van stream, mit tudom én, beidőzítem másnapra, hogy 3-tól, meg akkor van egy videó, és akkor 3-tól tudtok videót nézni 7-ig, 7-től tudtok streamet nézni, ha valaki nem látta a videót, az meg tudja utána is nézni, tudjátok, szóval egy ilyen körforgást szeretnék mindenféleképpen csinálni, nyilván a videó az nem RP-ről szólna, feltétlenül. Nyiss egy boxot gyorsba, szavérom, kérésed parancs, un van az LL box. Pattintunk 2-t, parancsolj. Ja, vigyázni kell a lóvéra, mert megyünk boltot venni. Annyi szerződésünk van, hogy már tényleg nyithatunk egy izét, egy autókert. Ami van, csak úgy mondtam valamit. AK. Add be az AK-t. Még egy szerződés. Nem kell valakinek szerződés? Ott van nálam. Elszívtam a cigit, de kellemetlen. Na csá, füves, mondjad. Na, hát az azt hittem, hogy holnap a bulitokon valószínűleg lesznek hivatlan vendégek is. Az hogy lehet? Most beszéltük a srácokkal, hogy szeretnénk bulit tartani. Hát ez egy hosszú történet szerintem. De vannak, akik mindenáron le akarnak benneteket vadászni. Aha. Ha törik, ha szakad. Nektek azt mondták, halnotok kell. Valami oknál fogva. Nagyon el van bízva az a brigád, hogy ezt csak így kijelentette, vagy nem tudom. Így van, tudjuk, így hogy kikezek? Persze. Kikezek. Tippen nem kéne, szerintem benne lenne az első kettőbe. Szerintem az elsőbe. Szürkék? Yes. Hát valahogy éreztem. Ja, aztán tegnap ott voltak emberkedni nálunk. Emilit is le akarták vadászni. Aha. Mert beszólt nekik. Aztán hát mondtuk, hogy azért vegyenek vissza az arcukból. Aztán még a végén mi is belettünk saját placunkon fenyítve. Mert öcskösnek AK volt a kezébe. Aztán ott voltak 10, aztán mindegy egyből előkapta a fegyvert. De azt, hogy Emilit kihúztuk a szarból, de az a igazság, hogy benneteket nem biztos, hogy sikerült. Ó, emiatt ne fenn a fejed, ezt meg tudjuk oldani. Ja, csak... Szerintem. Hát holnap a bulit, ha ott teszünk valakinek, közülünk kell infót adni nekik, hogy hol vagyunk. Köszi szépen, Zoli, még egyszer. Érted a lényegét? Persze. Nem, az nem én leszek, az valószínűleg 100%. De majd valamit megoldunk, valamit kitalálunk, mert az igazság, hogy ezt mi se fogjuk szerintem hagyni, hogy csak úgy belétek álljanak. Milyen fegyveretek van esetleg, amiből van mondjuk 6 vagy 7 plusz? Uzi vagy ilyen hasonló? Abból nincs, max pont 50 azt hiszem. Az a baj, hogy olyan kéne, amivel lehet szórni. Hát max még MK2 talán, abból pár darab, nem sok. Vagy hogy fogyunk mi is, mert most elkaptak 2 srácot a rendőrök. Hallom, voltatok nagy bankhoz, gratulálok hozzá. Elhozták. Adtunk a srácaidnak és nem akarták elfogadni. Hát ők már csak ilyenek. Meg vagyok, nyugi. Nem akarták elfogadni. Hello, svédi. Semmi áron, de elkaptak, nem tudom, 6-7 milliót valahogy így. Na, az tök jó. Köszönjük szépen. Szívesen. Nem dumálok veled, hogy ez a szitu. Nagyon el vannak számva maguktól, elméletileg a motorosokkal spanoskodnak. Uh-huh. És minden áron tőletek, mindenféle információ kell nekik rólatok. Uh-huh. Hol vagytok, milyen ruhában vagytok, mivel járkátok, milyen maszkotok van. Jó, hogy ne írjam őket a nevemre. És mindig minket találnak be, mindig jönnek oda 8-9-10 fővel, hogy
Na viszont mondjunk el mindent rólatok. Látod, ez a szomorú, hogy falkába járnak, mert két-három ember képtelen cselekedni, tehát mindig igen, kell, hogy fogják egymás kezét. Pontosan. Mert... És az a durva, hogy tegnap hát a főnéné és öcskösné is elpattant a húr, meg hát a háttérben álltam én is, kabát, hogy a pólóm alatt a ravaszon az ujjamma, érted? Persze. És kérdeztük, hogy Emilit is, hogy miért akarják megölni. Mert egyhangúan mindenki igent mondott, érted? De nem is az, hogy megölni, hanem még ott el akarják égetni, fel akarják darabolni, ilyen szarság. Ezek betegek. És kérdőre vontuk, hogy miért. És egyetlen egy ember nem tudott nyomos indokot mondani, azon kívül, hogy múltkor ott voltak nálunk, egyszer Emily egy kicsit be volt csicsentve, és beszólt nekik, hogy most mi a fasz tádogálunk itt, miért nem haladunk. És ezért? És ezért, igen. Bocsánat. Semmi gond. Bocs, nem akartam zavarni. Mindegy. Utána. Jó. Ja, úgyhogy ez van. Jó, figyelj már, viszont ez mi, hogy folyamatosan iszik? Valami baj van vele, vagy mi? Ja, hogy visz... nem tudom, passzolom, fogalmam sincs, csak valamelyik nap már én is szóltam neki, mert nem csak ivott, hanem szívott is valamit. Aztán nem tudom. Nem tudom, nem igazán közölnek velem semmit, hogy mi a szitu. Mi a franc? Nem tudom, ja. Hát nem tudom, én mondjuk azóta nem nagyon találom a helyemet, most nem bántok én senkit, tehát én megértem az ő szempontját, meg álláspontját is, hogy miért tette azt, amit tett. Amúgy jól van? Jól érzi magát ott nálatok, vagy? El van, persze. Ő azért a nemzetit most ő intézte. Hm. Ahogy érte, hogy ő pakolta ki az egészet szinte. Ő hackelt meg mindent. Na. El van, el van. Néha nem találja a helyét. Mire maradtam be? A sajtkukac, de amúgy el van. Jó van. És most is ő érdeklődött rádión, hogy hol vagyok, mi van velem. Oksa, hát figyelj, holnap szeretnénk mindenféleképpen elgurulni hozzátok egy páran, aztán átugrani hozzánk, de nem tudom majd. Most mi most titeket megfigyelnek? Mert amúgy rólunk szerintem rohadtul nem tudnak semmit. Igen, most is figyelnek minket. Most? Igen, most is folyamatosan vagy egy motor, vagy két, jó előbb is a fiúk a nemzetim voltak. Én otthon voltam, gyepeztem ugye, én most nagyon rákattantam arra. Nyomom a gyepet, mint az állat, úgyhogy ha kell cigi, akkor szóljatok, van dögive, vagyis lesz, most nincsen, mert több mint 3000-et adtam el máma. És ezért, én otthon vagyok, ugye szinte mindig van vár, itt vagyok, és folyamatosan kering körülöttünk különböző színű típusú autók. Most is a srácok el voltak a nemzeti negyedben, ültem ott a kín az udvaron, aznál kis fotelnál vágott. Az két, egy fekete Brabus, egy ezüst színű Brabus, egy motorkering folyamatosan ott a tömbök között. Meg most is kérdezte valamelyik, hogy ki van a tetőn, mert szerintem most is ott kering valaki. Hát ez marha jó. Jó van. Igen, a szürkék folyamatosan megfigyelnek, a lilák megfenyegettek minket, hogy meg fogunk halni, kinyírtunk mindenkit. Szavér. Ahhoz képest már a kettőt agyonlőtünk instant. Ja, úgyhogy pörög az esemény, zajlik az élet. Jó, holnapira meg majd kitalálunk valamit. Ja, mindenféleképpen majd akkor beszélek a srácokkal, mert nem sokára jönnek haza, mert elvileg valamiért elrohantak, de már úton vannak vissza. Hát jó, megpróbáljuk összekapni a csapatot, mert hát most is itt vagyunk több mint 12-en. Szinte full létszáma vagyunk jelenleg is, úgyhogy holnapra is megpróbáljuk összerántani ezt a csapatot, aztán valamit intézünk. Jó, jó. Köszi az infót, akkor mindenképpen beszélünk még. Oké. Na jó van. Léptem is visszafele. Oksa, csöcsö. Figyelj már. Na? Annyit üzenek neki, hogy üdvözlöm, de nem mondd meg neki, hogy ki, csak hogy üdvözölnek. Rendben, oké, átadom. Valami, tudod. Oké. Csöcsö. Az a bajom, hogyha pirosokat tényleg ennyire megfigyelik a szürkék, lehet a Subaru-val kéne mozognom, mert azzal jobban tudok az utcákba manőverezni, mint ezzel. Ez úgy kidobja a egét, hogy nagyon.
Szia, Vanász! Csákú penge! Szevasz penge! Állj, ne szervezkedjünk, füves! Aha! Ez én voltam? Hopp-hopp-hopp-hopp-hopp. Hogy néz ki az a merci? Pakke. Csak nekem a régebbi alfák nem annyira... Ja, a kocsikról van szó. Így már amúgy megvan, hogy hol tartatok a csevegőbe. Állj, ne szerpeszk egy füves. Igen. Hogy vagy van? Ezt reméljük jól. Nagyon jól vagyok, Zalán, köszönöm szépen. Amúgy, amikor tudok veletek, vagy nektek tartalmat gyártani, fogalmazunk így, akkor... feldobódok, tehát így lehet, hogy szar a kedvem, akkor az úgy feldob, ha fáradt vagyok, akkor az esélytelen, tehát akkor így is úgy is egy picikét gyenguszra sikeredik az aznapi rész, meg nem is tudok úgy figyelni, de amúgy ezt így tökre élem. Nekem igazából azt tetszett meg rajtam, hogy két, ja az az autó, oké, okay, szia vadász, Csákó Penge, így van Pengének mindenki üdvözöl, vagy Pengét mindenki üdvözli, nagyon helyes. Roland, azok a jók, amik ő igen. Hello, vadász, pacek a hajad. Köszönöm szépen! Ez az új háku, így van. Hányan vannak a pirosak? Pirosak? 15-en? 16-an kb. Valahogy így. Tudom, hogy most vettek fel két új embert. Úgyhogy vannak most egy páran. Úgy érzem, hogy... holnap két buli is lesz, ha lesz. Srácok, mennyi idő kb. Míg mindenki hazaér, mert van egy kis infó. Ez kezd fájni, szóval egy kis idő még. Oksa. Szürkék? Nem tudom. Szürkék is vannak, vagy 12-en. Nekem mindig feldobod a napom. Ez a cél amúgy, srácok, hogy igyekszem irángatni a napi szürkületből, vagy a napi befásultságból titeket úgymond, meg magamat is, és igazából persze ez a cél, vagy egy se. Vadász, a legjobb mindenki nyomjon egy lájkot. Ó, Zalán, nagyon szépen köszönöm. Illetve az is, hogy ma megint ennyien itt vagytok, úgyhogy hálás vagyok érte. Holnapra úgy készültek, skacok, akkor, hogy nyitó bulit, vagy házvallató bulit szeretnénk tartani ugye a szövetségesünkkel, a Blackszal. És elmegyünk értük hozzájuk haza, és úgy hozzuk fel őket ide, de mivel őket megfigyelik a pirosak, vagy őket megfigyelik a szürkék, ezért a szürkék követni fogják őket, vagyis minket, és majd be fognak támadni. Üves, azaz Gengó elmondása alapján. Hogy tudnánk itt megvédeni? Tehát azért pakkerka. Betőre ide feljövünk. Bokorba ugye nem lehet bújni, tehát az buzis, aki a bokorba bújkál. Kerítés mögött el tudnak bújni, onnan tudnak hátba támadni. Kellemetlen. Bokor, 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 fű. Mondjuk, hogyha valahol ott megállnak és innen besétálnak, itt a házak mögött végig el tudnak majd sunyulni. Az a számolni kül. Látok, az lesz, ami lesz. Nyitsz egy el a boxot? Hát Bence most nem, mert most nyitottunk már hármat. Majd max a legvégén. Befizeted a TB-t. Minusz 10 000. Da. Van TB-nk. Szerintem ne a hákunk legyen a buli, és félrevezetitek őket. Az a baj, hogyha... Hát nem baj. De ugye a Blackszal folyamatosan találkozunk, mert... van köztünk szövetség. Tehát, hogyha nekik kell valami, szólnak nekünk, akkor ugrunk, megyünk, segítünk.
Ugyanezt fordítva, hogyha nekünk kell tőlük valami, ők is ugranak, jönnek, segítenek. Sokat mozgunk együtt, bármelyik pillanatban... Jóság, srácok! Bármelyik pillanatban lehet, hogy ide tévednek. Minden oksa, éppen várom a srácokat, mert van egy kis infóm a honnapi nappal kapcsolatban. Hol várod? A ház előtt. Jó, de ez hogy telt a napot? Köszönöm szépen, nagyon jól. Ma pihenős volt, úgymond. Tegnapi napot ki kellett pihenni. De amúgy jó volt. Kicsit fáradtnak érzem magam, de szerintem az idő miatt. De amúgy most derítem ki, hogyan kell menni Helivel. Megyek én is a ház elé. Aksa, itt vagyok a garázsnál már. Ferdukoc. Na, hát voltam, zenét hallgattam, tableteztem és öntöttem a növényeimet. Jó tetted. Nem tudom Balázs, mert nem volt más dolgom. Van mit tenni, úgyhogy lehet holnapra kérlene, hogy gyere, hogy akkor te is tudjál már nekünk segíteni. Jó, csinálta. Volt egy idézőjeles randevúm a egy pirossal, a füvessel. Hoppá. Voltam itt nem messze. A fülébe jutott valahonnan, hogy szeretnénk itt tartani egy bulit. Na az hogy? Van egy tippem rá, de hát ugye ő a füves mindenes, tehát ő olyan nincs, hogy ne tudjon valamiről. De az, hogy a... De, mi? Hát tudod, amikor... csak párunk tudja. Hát de amikor voltunk a pirosakkal találkozni tudott Sandybe, az is lehet a mögött, akkor ugye beszéltük, hogyha meg lesz az új helyünk, akkor tartunk egy nyitó bulit. Lenne egy besúgó? Nem, akkor beszéltük, hogy lenne egy nyitó buli, ha megvan az új helyünk. És ugye már megvan az új helyünk. Na mindegy, annyi a lényeg, hogy... az a nyitó buli az nem biztos, hogy zökkenőmentesen fog menni. Ez most kurva jó. Az... Hát ez nagyon biztató, mit nem mondjak az új helyedből. Amúgy nem akarod megszorítani a nyakkendődet? Eléggé low. Mindjárt várjál, mert... Túléltem. Roli, mi a jó szar? Vagytok. A legjobb van. Köszönöm na, szépen, Roland. Tehát ott a heli. Leszállni nehezebb volt. Mondjuk mindig. Aha. Baszki, Roli, köszönöm szépen. Mit kéne rajta izélni? Nem, ez így nagyon jól néz ki. Amúgy azt hiszem belül van, tehát a hátsó ülésen egy kis... Tévé. Ja, a tévé is, meg minden ilyesmi. Ja, már ültem hátul, kurva jó. És az a szín, azt a mindenit. Hát hasonló, mint ugye a kéne. Aha, a másik oldalon egyébként szebb. Várjatok. Mármint, hogy arra világítanak. Az ajtó. Aha. Na, ilyen belülre. Azt a mindenség. Ezt melyik kötök intézte? Dino? Dino, teljesen. Ugyan. Hát... Nem jutok szóhoz. Tényleg nem jutok szóhoz, Roli, várj egy kicsit. Egyelőre csak én tudom, csak nekem van kulcsom hozzá, de mindenképpen ennek én kifejezetten örülök egy részt, mert azért ez tényleg ez nem kevés valuta. Hát köszönjük szépen, így azért, hogy van most már egy helink. Igazán nincs mit, srácok. Ja, reméltük, a szürkék nem csesznek meg minket, és akkor... Hát... van egy kis baj. Aj. Hova mentél te, amíg... Színpadhoz. Felhívott a füves a mindenes a pirosaktól, hogy szeretne egy... Melyik? Tudod, hogy melyik? Persze, ismerem valamennyire csak. Már megoldottuk, köszönöm, ne haragudj. Akkor a másik ügybe se kell jönnöm, amit Rix írt? Abban sem, köszi, köszi. Jó, oké, akkor jó játékot, szevasztok! Csacsa. Bocs. Szóval fölhívott, mondta, hogy találkozzunk csak mi ketten. Mondjuk ezen meglepődtem, mert ugye ők is folyton csapatosan járnak, de örültem neki. Ugye emlékeztek rá, hogy amikor először találkoztunk a pirosakkal és megbeszéltük, hogy akkor legyen köztünk Szövi, akkor fent voltunk Sandybe. És...
ugye ott mondtuk nekik, hogyha megvan az új hely, akkor várjuk őket szeretettel egy nyitó bulira. Na most ugye tudták, hogy már ott is mondtuk, hogy költözünk, dobozolunk, szóval tudták, hogy megvan az új hely, csak még ugye nem költöztünk be. Most viszont figyelmeztetett minket a füves, hogy amint elkezdünk együtt mozogni, őket folyamatosan megfigyelik a szürkék, mert hogy tudják, hogy ők hol laknak, sőt, a minap az ő otthonukba próbálták meg őket becsicskáztatni a szürkék. Lekezelően beszéltek velük, meg ilyen hasonlók, otthon náluk, ami akár mekkora brigád az a szürke csapat, azért tehát legyen már egy határ. Na mindegy. Mondta füves, hogy folyamatosan követik őket, szóval, hogyha elmegyünk hozzájuk, hogy elhozzuk őket ide, hogy megcsináljuk a bulit, akkor őket követni fogják. Mert hogy amúgy bocsánat, ránk vadásznak. Folytasd. Ennyi, vadásznak ránk a szürkék. Ez baj. Hát legnagyobb szerencsékre ez a szépség itt golyó álló, szóval nem nagyon árthatnának, hogyha így akarjuk őket ide szállítmányozni. Jó, hogy az ablak üveg. Így igaz, ez full páncélozott. És a motor? Minden fullos rajta, csak szóval. Ezen semmi nem megy el. Viszont kaptam egy olyan infót is a füvestől, hogy Emilyt is ki akarják nyírni. Na, az mondjuk az. Elvileg. Elvileg ezt ott ők intézték, tehát megbeszélték, hogy chill van, nyugi van, elvileg nem bántják. Viszont most az, hogy ez páncélozott, remélhetőleg ide felérnénk, és addig nem lennénk csesztetve, viszont akkor őt ide be kéne ültetni és fel kéne vinni a magasba. Viszont nem szeretném, hogy egyedül legyen, ha úgy lenne jó, hogyha az a baj, hogy Thomas most nem fog beülni a helikopterbe. Figyelj, mármint hogy, vagy miért? Nem akarom, hogy bajuk essen, főleg nem itt. Akármennyire is szar a helyzet, most még egyre nem tudom jól kezelni, tehát... Ja, hogy te a másik Tomaszra gondoltál, jaj, bocsánat. Ja, igen, igen. Ja, jó, oké. Nem azt veszi. Nem. Tehát akármennyire is szar a szitu. Én azt hallottam most a füvestől, megkérdeztem, úgy néz ki, hogy a drága az most ott boldog, jól érzi magát. Én ennek örülök. Mondjuk feldolgozni még nem tudtam, de most, hogyha ide jönnek bulizni, akkor én nem azt szeretném, hogy vagy Thomas, vagy a drágám itt valahogy feküdjön. Igyekszem elfelejteni itt a precízéseket és a nevén szólítani, de ez hamarabb jön a számra. Szóval nem akarom, hogy ők itt feküdjenek valahol, úgyhogy őket innen helikopterben fel kéne reptetni. De figyelj, amúgy, tehát hogyha tudjuk fix, hogy követik őket, akkor tényleg lehetne valami kis csapdát nekik tálítani. Most próbálok intézni valami olyan fegyvert, amivel lehet darálni. Őszintén megvalva, tényleg az kell ellenük, mert nem tudom, tudod-e, de vannak a kékek, nagy eséllyel velük vannak. Azok megint 10-15-en vannak fejenként folyton. Kékek? Illetve kékek, igen. Kripsz, vagy nem tudom, én úgy tudom, itt. A motorosokkal mozognak együtt. Nem, végül nem úgy lett elvileg. Jobban úgy vettük észre. Abár amúgy már mindenféle infó van erről, de én inkább úgy számítanék rá, hoppa, hogy kékek. A motorosok akkor nagyon nem félnek tőlük, szerintem, mert akkor nincsenek túl sokan. A kékek, akkor mondom 10-15 ember, plusz a szürkék is 10-15 ember. Ugye tudjuk, hogy ők mindig arra mennek, hogy nekik lelőjenek, levadásszanak, tehát erre készülhetünk. Azt ugye lehetne, hogy ugye két ember akkor felmegy a helivel, de ők onnan belátnak mindent, szóval ők adhatnák az infót, mert egy idő után, vagy hát egy x méter után már nem hagy semmit a lőszer fixen. Ezáltal tudják mondani, hogy honnan jönnek, hol van ember, és akkor úgy helyezkedni. Nem tudom, hogy meddig vagytok ébren, vagy hogy. Ha úgy van, akkor találkozni kéne a pirosakkal, és ezt megbeszélni velük, hogy
hogy lenne egy ilyen opció, hogy tudod, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen neki itt ugrálni, hogy azért ez számoljanak, hogyha jövünk ide, és itt van a heli, akkor és eldurvul a buli, akkor egyből helihez futás és fel a levegőbe. Nyilván akkor egy rádión leszünk. Én úgy tudom amúgy, hogy hát papíron nekik is van egy heliük. És kérdés, hogy ez Bakker. Van-e vagy ténylegesen. Ténylegesen van vagy nincs. Akkor ezt... Hát, vagy csak mende mondd. Hát igen. Tudtommal... Még régről megmaradt. Igen, tudtommal ez a második a városba, szóval egynek még kell lennie valakinél. Igen. És azt hiszem úgy mondták, hogy amikor találkoztunk, ugye ott volt Tomás, meg a Rich, a másik vezető, azt hiszem. És akkor mondták, hogy ugye még régről megmaradt nekik egy heli, csak nagyon nem illik hozzájuk, ezért nem használják, vagy mi. Hát mondjuk valamilyen szinten jogos. Egy, persze. Egy olyan nézőpont szerint. Hát mindegy, én most így hirtelen a kapott információkkal ezzel tudok számolni, vagy erre gondoltam, mert őket azért meg kéne védeni. Mert hogy nem őket akarják levadászni, hanem minket. És ja, szerintem hiába vagyunk kevesen, de ugye tartja a mondás is, hogy nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Kicsi a borzs, de erős. Az meg a másik, úgyhogy szerintem fel tudjuk velük venni a harcot, csak fegyverügyileg ők sokkal jobban állnak jelenleg, mint mi. Ez így van. Hát figyelj, nagy dara, nekem van egy uzim, azt így ennyi. A többi az max pisztoly, ami van nekünk. Na nekem van egy AK-m. Joppa. De az csak hát egy. Hát a CZ-i, amik vannak még. Azt tudom, hogy Tomásnak van pár, van még két embernek náluk AK-juk. Legalább Tomzonjuk is van. Uzi, meg ilyesmi a pirosoknak. Azt kérdeztem, de most jelenleg ők sem állnak úgy fegyverekkel, ahogy szeretnének. Hát pedig ma volt náluk egy AK, az fixen. Illetve Tomzon az még egyszer, amikor voltunk itt a szigeten, akkor is volt. Hát már lehet nincs. Nyitok majd boxot később, mert már hármat nyitottunk. Hát jó van. Bányászni kéne, vagy volna szedni fegyvert, mert ez így húzós. Honnan lehetne fegyvert szedni szigeten? Várjál, a pirosok nem mondták, hogy lehet üzletelni velük? Hogy tudnak nekünk beszállítani? Már ővelük sem nagyon cserélgetnek, mert eddig tudod, a szürkék szállították, vagy ilyesmi. Jaj, szürkék szállították? Igen. Meg eddig volt még egy ilyen kopasz, pas, ilyen fehér Porsche-val járt folyton. Na ő is szállított be nekik, de most már ő se, senkinek konkrétan, én úgy tudom. Ma is csak egy emberrel cserélhettem volna fegyvert, vagy hát vertem volna fegyvert, egy heavy pisztolyt 500 ezerért, de ugye ő meg nagy eséllyel szürke volt, aztán végül találkoztunk, de nem lett baj. Szerintem nincs arra a szürke volt, nekem annyi elég volt. Hát, Xavier, ez azért nem úgy működik, mert... Hát akkor sok választásunk nincsen. Sziget, vagy bányászás. Jó itt vágyat. Köszönöm, most már kopog a szemem. Illetve nem tudom, van két ember, akivel ma Tomásszal kicsit üzletelgetünk meg minden. Hát ilyen... Fiatal emberek, na mindegy is. Teljesen jól csinálták eddig a dolgukat, elküldtük, tudod szedni cracket, meg minden. Mindjárt jövök. Mi fizettünk nekik egy kis pénzt, ők tehát abból nekünk megint kerestünk valamennyit, nem túl sokat. Aztán most is kaptak munkát, ezt így csinálják. Hát, és mondták, hogy szeretnének vagy hozzánk, vagy a pirosakhoz csatlakozni szépen lassan. Ezért így elküldtük őket Szigetre. Mindent csinálni, tudod, megbízunk bennük, hogy nézzük, hogy tényleg megbízhatóak, meg ilyesmi. Voltatok már a szigeten? Voltunk, igen. Yeah. Most itt tudom én, itt hagyom az automat, akkor el tudunk menni így, ahogy vagyunk a szigetre, és akkor ott tudunk valamit kezdeni? Figyelj, őszintén megvalva, tudsz egy kezdőcsomagot elvinni onnan, te, mivel gondolom még nem voltál, abban van egy heavy pisztoly, 10 doboz lőszer, egy golyóálló mellény, meg GPS, vagy még valami. Illetve golyóállót tudunk onnan behozni. Na, az holnapra kéne, akkor. Helivel lehet menni? Persze, lehet. Mindennel lehet. Mert hogy van nálam amúgy pár cucc. Most nem tudom, hogy... Megraktunk be ugye 1 milliót. Van csak Oksa Bálint, köszi, hogy itt voltál. Csöcsöt. Az jó. Az hasznos. Micsoda? Ja, figyelj, ami nem kell, azt pakold le. Lehet, hogy fegyvertelenül ismertünk, mert ugye van egy ilyen védett zóna. Csöcsö, Tomás. Szia. Figyelj. Gyere egy kicsit közelebb, Tomás. Mi az a Prius? Ez az volt. Ez az volt. Oksa.
Hát nem tudom ebből mi lesz. Körül nézzünk repülővel? Egy helikopter repülővel? Nem tudom, én szigetet gondoltam, mert szigeten még nem voltam. Nem éri meg. Sofőr vagyok ám, csak szólok. Lepakolok a BMW-be akkor, ami nálam van, ide bedobom a kulcsát az autónak, aztán felőlem kinézhetünk. Ennek sikerült amúgy már leszállni rendesen? Ajjaj, nem akarom hallani. Hát ő a régmúlt miatt, igen. Na srácok, akkor lerakom azt, ami nem kell. Ja, meg el kéne menni a boltot megcsinálni, fucker! 6 szerződés van nálam. Mi meg locsolunk egyet, jó? Oksa. Na, már nekem is kellett, mert idő volt, mert különben száradtak volna elfelé. Azért jöttem el gyors. Hello. Te hallod, a kocsitba, a Jaguarban vannak cuccok. Már kivettem. Na, ezt mind berakjuk a BMW-be. Igen, jaj, a Walter, ezt így nem vágom. Pengével is beszéltem, mondta, hogy lehet, hogy annyira nem megérős, de azért próbált megérni. Hello, Vadász, épp most jövök a live-ra, mert live voltam, sok minden volt eddig. Szabikám, köszönöm szépen, igazán megtisztelsz. Annyira nem sok minden, ezután tudjuk. Mi lesz? Ez, ja. Egy, ja, olyan. Hallod, nem láttam Dino-t, baszki. Úgy beolhatod. Én meg téged nem. Hát hasznos, ugye? Tényleg, ahogy hátra láttál, nem láttalak, hogy itt állsz. Beleolvott a környezetébe. Lenni. Hoppá, hoppá. Annyi, hogy kimehetnénk a szigetre, mert én még nem voltam. Megnézem, hogy milyen. Aztán utána visszajövünk, akkor elmegyek, nézek egy boltot, mert kedvem támad, lehet beruházok egyre. De csak megnézem, aztán majd kialakul. Hát néztük, belváros 20, kül, nagyon kül rész ez meg 5000. A közepes az meg ilyen 15. Yeah. Most van nálam egy rádió, egy telefon, egy GPS, meg 5000 KP, most másokon nem kell. Oké, sok is. Ja. Akkor indulhatunk? Mehetünk. Na várjál, 4-en vagyunk. Vagy 5-en vagyunk, akkor... Nem férünk be a helyébe. Szigetre kinézi, mert én hát valaki fölkapja az őrébe valaki. Akkor vagy mi legyen, azt a pénzt kéne vinni, amit adtam Dino-t. Van nálam 1 millió forint, akkor majd azt adjátok nekem. Akkor mindegy. Akkor figyelj, ragd le Dino, és akkor majd odaadod ezt az 1 milliót. Várjál, én félek attól, hogy ugyanaz lenne, mint a hajóval, tudjátok, hogyha úgy megyünk, akkor lehet kiesik valaki. A biztonsági zónában lesz bankautomata. Ami tényleg. Akkor megyünk? Erre? Persze. Hajra, ura. Mi legyen addig? Nem tudom. Hát ennyien, öten így? Jó. Hát valaki... Fegyvert hozzák? Az elvileg ott van, nem? Te igen, tudsz igényelni majd egyet. Többiek lehet, hogy nem szüsszi, te voltál, mert? Nem. Akkor jó, te is fogsz egy hevít igényelni. Akkor lesz 2000 ajándékba. Plusz 2 golyóálló, mondjuk azt most veszünk egy adaggal. Mi legyen akkor valaki... Hát már más sok láblövés kapott, szerintem akkor majd 5 felveszünk. Mondjuk már addig ne indítsd el, amíg nem kapom fel, hallod? Nehogy de baj legyen. Nem tudom, akkor leállítani, mert valamilyen nem jön a rotor. Akkor szállj ki létszél. Megnézzük a szigetet, srácok, én még nem voltam. Utána meg veszünk egy boltot. Felkapjál a kedven. Vagy valakit, igen. Hát akkor inkább Dino-t, én nem szeretem, hogyha így fölkapogatsz engem. Jó van, na. De ő is csak haladjunk. Ragd rá sebb váltóra, Dino. Erre, Dino. Ha megszokta. De ő már, de ezért is rossz. Még rosszul van tőle. Várjál, ne szállj be még velem, mert... Előre. Szeretnék főni, előre vagy hátra? Hát belök ide hátra. Akkor megyek előre. Majd nézzél valami jó filmet. Jaj, ezek már beütkel. Hát jó, hogy. Akkor én ide ülök melléd. Na, mit indítsunk? Én nem tudom, én most gyönyörködöm a városba. Hát, szép fekete a tükör. 9-et mondott, hát kb. 9:45-10-ig tart. Most kimegyünk a szigetre, szerintem kint leszünk 20-50-ig, utána visszajövünk.
Utána elmegyek a bolthoz, megmutatom a boltrendszert, hogy hogy működik. És utána levem is magamat. Akkor kell pihenni a mókus kerékhez holnapra. Most az a ciki, hogyha beszélnek hozzám, én nem hallom őket. Én jó vagyok, én csak gyönyörködöm az ülésbe. Gyönyörködöm a tájba. Basszus, most lehet, hogy tol... Ja, meg nem is halljuk őket, hogy gyorsan megyünk. Picit balos. Bar. Aha. Ejtőernyőzés. Mi a fan? De ezt most meg kell. Áruló. Igaz? Aha, és akkor itt van a balhé. Nehéz arra. Ez baj. Kérdeztem már a live elején, de gondolom nem láttad. Igen, nem láttam. Kérdés, így felteszem nekem, mely a kedvenc autót azok közül, amik megvannak neked, bármint Boszlónak. Köszönöm Ádám, és tényleg nem láttam. Azok közül, amik most nekem meg vannak a játékban. Az egyes golf is tetszik, nagyon. Egy jó példány. Igazából mindegyik autóm tetszik. Mondjuk a bogár az már annyira nem, de az vontároló. A kisfiát az is ilyen nye autó, tehát az sem annyira tetszik. De ezen kívül az összes többi az nagy kedvenc autóm. Ugye ott az M5-ös BMW, a Subaru. Hát még a Toyota 4Runner-re mondom azt, hogy van, de minek. Bár mondjuk most lehet, hogy jól fog jönni, hogyha menekülünk. Majd vigyázz a fák miért, jó? Mert nem hogy neki menjünk egynek, vagy bokornak. De a kedvencem az a Subaru, meg a BMW M5, amivel szoktam járkálni. De majd most szeretnék venni egy Teslát. Ott, hogy hova kell leszállnom, nehogy olyan területre szálljak, ahol nem kéne. Amúgy kalk, hát még egyenest. Tényleg? Tényleg halk vagyok, srácok? És egy kicsit jobb, ott a... öbölbe. Egyenes. Simán az árk ingyenes lett pár napig, akit érdekel a játék, az egy jobbos még? Úszni. Ó, Szabi, köszönjük szépen az infót. Nálam jó a hang. Szeretok srácok, hogyha halk vagyok, basszus, mert akkor tényleg húzok. És itt ebbe a kis faluba. Vagy nem tudom mi ez. Nem. Rodikám, akkor nézd meg, hogy nálad mi a baj, mert akkor lehet nálad lesz. Nekem jó. Oké, köszönöm szépen srácok, akkor ez a lényeg. Hogy amúgy akkor minden jó. Na kinézzünk akkor a sziget. Ott egy heli leszállok. Nem tudom, hogy mi vár itt. Amúgy nem néztem meg senkinek a live-ját, meg a videóját erről egész évben. Epic Game-ben a Mine... Kérem, legközelebb is a Thomas Express-t válasszák. Köszönjük a... Mindenképpen. Majdnem elaludtam az úton, tök jó volt. A szép. Meg tudod... Hogy esik a hó? Egy töltőm van most. Ja, esik pillanat. Valami. Várjál. Amúgy jó, hogy mondod, nem már pont akartam szívni. Hát azok a szöszök, tudod? Ja. Tavat van. No. A tavat. Amúgy zárd a helikoptert, nehogy valaki elvigye. Cigányok. Na jó, ez túl érzi. Ez már kim van a körből. Jó, mindegy, ez úgyse jön is. Legalábbis eddig nem szoktak jönni. Akkor jó, örülök srácok, hogyha minden jó. Tényleg. Az ejtőernyőr közelében ne nagyon menjetek. Jó. Valami van, írjátok, megoldjuk. Hát ez itt ki? Na, itt ez az úr. Itt ez a piros ruhás úriember valami. Igen. Ez a jóképű úrimbertől igényeljétek ezt a csomagot. Köszönöm szépen. Miket kaptunk? Már ezt megtettük Dino-val fixen. Nálam nem fér el a golyóálló. Egy bankát. Nálam se. Mi nem fér el? A golyóálló. Fog meg. Ja, van nálam. Lesz izé saját raktárotok, szóval nyugodtan dobjátok le a földre, mindjárt megmutatom a raktárat, ami meg is fog maradni egyébként. Akkor inkább átadom elsőnek. Ó, meg fővettem. Ennyit? Mindegy. Elég lesz 180 össze? Nálam volt a baj. Jó van Rolikám, na, meg van oldva. Köszönöm szépen azért, hogy szóltál. Fogják elérni csak.
Igen. Ja, igen. Holnap fogják elérni. Igen. Igen, a napszakváltás után. Nála tudom letenni bizományiba a dolgokat? Így van. De most még csak igényelni tudod, majd holnapi nap, ha visszajönnél, akkor arra már szereznek neked egy tároló. Értem, jó. Jó, akkor itt van ez a boltos, na ő adja 100 000-ért a golyóállót. Na ugye őtől le tudnánk most vásárolni. Mennyi egy jelen az van ki? És akkor, ja. Akkor kéne pénz, vagy Dino veszett, és akkor hogy legyen? Nagyon fontos, hogy az itteni septapaszt meg azt a másik készletet, azt nem tudod használni a szigeten kívül, tehát azt ne. Mm-hmm. És mi volt a kérdés, Rich? Tesz, hogy kéne a helikopter nyitva hagytad? Ja, igen, igen, igen. Te ezt így felkaptad? Én már egyből felhúztam, mondtátok, hogy kell. Ja, hát, na most nem éljünk olyan zónába, vagy? Mert... Van nálam 6 darab. Én készen állok mindenre. Hát akkor adjál át 2-t legalább. És akkor visszük át. Hello vadász, szevasz Eden. Ugye egyszer úgy volt, hogy majd mi ezt eladjuk jó pénzért, csak most lehet, hogy nekünk kell majd. Van még pénz nálad, Dino? Várja, ide bent nem működik a szemem. A rendszerem. Minek? Ja, itt sehol nem fog. Ne dobd, mert nem tudod fölvenni. Dobd át nekem. De ott van két doboz, ezt nem tudjuk fölvenni. Mi a fene? Felvettem, csak mondom. Egyet én is fel tudtam venni. Itt a bankárom. Szia! Na Dino? Egy győző itt is dolgozik, nézd már oda. Milyen? Na már tartja fel a terminált, hát, érted? Nem tudok átadni semmit. Dob le! Jó. Régen tudtam karikát fújni, de még nem álltam neki trükközni. Már ezzel elvileg már mindig lehet. Mindig ezt szokott mindenhogy kezdődni. Nem lesz semmi baj. Elvileg ez a semmi baj, én fel. Könnyű lesz. Én ezeket nem tudom fölvenni amúgy. Hát, hú, nem tudom, valamit nem... Kidobálja azt oda le? Simán fel tudom venni. Én is fel tudtam. Na, húzzunk, nézzük meg akkor itt mi a helyzet. Többet karunk nem veszünk. Akarunk repülni egyet? Még repülni? Itt. A bácsi. Ó. Hoppá. Hát én nem tudom, messzire kell menni. Én nem igazán szeretnék. Nem kell messzire menni. Akkor én se, ha te se, én se. Hello Balázs! Mit csináltok? Eljöttünk a szigetre, mert én még nem voltam a szigeten, amióta bekerült. Elvileg itt lehet jó lootokat szerezni, ha minden jól megy az áldozatoktól. Ugye ez egy olyan sziget, ahová például csapatosan is ki lehet jönni. Bármit igazából lehet itt csinálni. De erről csináltam, és hogy erről már beszéltem egy korábbi videóba. De hogyha úgy van, akkor elmondom majd még egyszer. Oksa! Na jó. Ennyi volt a... Hát én nem tudom, most minek nem nincs valamelyik zónába vagy sem, mert... Rakjátok már be a helikopterbe, ne örítsetek már meg. Ja? Mehetünk lövöldözni, ha úgy van. Hát jó, csak nálam mondjuk nincs fegyver, és szerintem Dino-nál sincs. Edwardnál talán van, mert ugye ő igényelt, meg nálad is van. Nálam van. Jó van, mert ő fény. És tudok venni CZ-t is elvileg. Ja, tényleg. Hát jó, nem tudom mi legyen. Vegyek? Mert én amúgy... Ja, most itt át tudom adni neked a fegyót. Ja, ne, de át ne add. Ja, jó. Meg ne jó, hogy vegyél nekem, majd ja, jó. Akkor megoldjuk, hogy... Csak akkor el kéne dönti, hogy akarunk menni, vagy sem? Lövöldöző. Én meg felülem benne vagyok, mert én még nem voltam itt. Jó, akkor hozok fegyvert. Akkor húzunk fegyvert. Hát most nem, Attila, viszont akkor legközelebb rákészülök. Kajó Perikó sziget? Itt jók a küldik online. Amúgy igen. LL Box. A legvégén nyitok Gabesz. Na jó, nem tudod mit? Hoppá, gyors voltam. Egyet nyitok most is. Hoppá, mondom egyet. Lenne benne egy AK.
Légy, add be az AK-t. Macséta sem lesz rossz. Köszi, nincs mit. Látszok te... Vettek le pénzt. Simán lehozzuk. Holnap edzés nekem. Igen, kell lőnöm. Még te sem voltál? Majd látni fogok. Nem. Na, hát akkor... Én voltam. Cüzeken. Menni kell zónába, tehát be Ennyi. Kell ejtőernyőzni. Vagy muszáj. Oda megyünk autóval. Menjünk már autóval inkább. Menjünk autóval, ma az ejtőernyőzni. Megyek egy négy golyó álló mellényt meg. Ne, inkább egy autót bérelj abból a pénzből. Mennyibe kerül egy autóbérlés? 100 000 per óra. Azt van ára. Te is voltál már szigeten? Nem. Na, hát akkor basszus, hát erre vártunk. Nekem is az első alkalom. Na, ennek viszont örülök, hogy nem csak nekem az első alkalom. Holnap edzés, és milyen edzésed lesz, Hunor? 60 golyó elég lesz? Na, őtőle vegyél egy valami négy személyeset. Jó, és nekem nagyon kell, hogy holnap személyezem, hogy végezek a melóval. Sziasztok, srácok, jó éjt. Köszönöm szépen, Roli. Én úgy is az összes golyót leraktam. Eden ma nem. Szerdán lesz legközelebb valami rabdás. Majd visszamegyük. Oké. Okay. Már a négy személyes béreltünk, azt nem baj. Felkapjuk megint ezt, jól van az övé. Azt úgy, hogy fogunk lőni. Ki kell szállni, én azt tudom. Ki kell szállni, persze, kocsiból lövöldözünk. Ja? Hova? Baseball. Amik elsőnek el kéne menni az izéhez. A jelölés vigyétek ki? Nem akkor menj vissza. Majd vezetek akkor. Amúgy se szeretek lövöldözni nagyon. Ezzel a zöld zónában megyünk. Jó. Most akkor kinél van fegyver egyébként? Nálam. Nálam van? Nálam. Nem, csak kéne golyó hozzá, mert leraktam az összeset. Már azt hittem, hogy venni fogok még golyó álló mellén csak. Na. Jó van akkor. Gratulálok. Na. Jó van. Várj, állj meg itt, mert... Vagy itt van fent a lőszered? Így vegyék ki a kocsiból lőszer. Na, nem? Vegyék ki a kocsiból. Na. Kocsival, helikopterből. Na, azért Zoli, mondom, hogy misszió. Nem legyél már. Várj, golyó állót rakjuk már le itt. Nem, mondjuk, hogy a golyófogó. Kb. 9-ig van, így van. Áj. Össze-vissza törítek magatokat. Nagy izgalomban vannak. A gyászja nem tudsz megjelni. Hú, hát igen, a... Szöszi még mindig bemutatja, hogy egy agyilag egy óvodás szintjén áll, köszönjük. Ki akaszt? Amúgy... Mikor tudom, hogy így játszottam vele így? Ajjaj. Hát, nagyon sokan... A zöld zónába menjünk, vagy a zöld? Meg... Aztán meg ilyen szól, hogy agyhalott. És ilyenkor gondolkozol, hogy valójában ki is az. Miről beszélsz? Ettől színes hát a csapat. Rólad. Nem gágyulsz vagy. Merre kell itt menni külben, jó van. Semmi baj, öcsi. Bántanak. Minden rendben lesz. Semmi baj, minden csapatba kell egy agyhalat. Csadjárba főzöm a sajtot. És minden csapatba kell egy golyó. És akkor ezek szerint akkor az hát, három inkább műszakos. Inkább agyhalat. Nem tudom, hogy vegyél. Van reggeli délutáni még egy szemény. Jó, csak nyugi van. Basszus, kitartás. Ha, innen már bárki jöhet is. Ez az autó lesz. Otthon hívjátok egymás hírét, ahogy szeretnétek. Az autóban nulla fék van. Hát akkor... De. És akkor most itt kihopp és ennyi? De, igen, zónában. Itt csak késsel jönnek meg ököllel. Van a másik zóna, ott gépfegyverekkel meg. Az a jó. És amelyik a földre leesett, és itt a teste, azt át tudjuk kutatni. Hallod? Holnapra meg kell tanulnom lőni. Az aztán mit rám verték. Elég jönnek amúgy. Igen. Van nálam töltény, de mégis nem tudok lőni. Miért? Hú, engem bánt. Tölts újra.
Hát próbálok, de nem tudok. Hűha, sokkal jönnek egyszerre. Probléma. A kocsi tetejére gyertek, mert azt semmit nem tudnak csinálni. Már egy kicsit nem férek fel. Aj. Na, végre. Nyolc lőszerem. Nagyon eszi ez a lőszer. Hát mit vártál ide? 150-200-akkal jöttünk ő. Volt egy csáva, amit tényleg hülyére lőttem. Ez szépen igen, vadász három műszak harmadik. Aha, tudom. Hello, császó, hozz Ádám. Ne lőj! Az mi? Miből felállsz? Átnézni a testeket. És elfogyott a lőszerem. És defektes a jármű is. Már pénzt is adnak, régen még nem volt ilyen. Van náluk pénz is. Mennyit ad például egy, amit? Pár ezret csak. Úgy ez... Azért, baszki, az is már itt mit kap? Másik zónába is akarunk menni, vagy azt nem? Oda kell fegyvert tölteni. Hát visszamegyünk a helihez. Probléma van. Dízne! Húha, várjál, mindjárt figyelek. Gári! Atka, Gert, köszi szépen. Bízom benne, azért holnap jobban fog lőni. Amúgy egy kicsivel több fegyvertöltvényt dobhatnának. Hát jó. Basszus, Dino összeesett. Ez probléma. Nem mondd már, hogy ezek közül egyel sem találom el. Miért jönnek ennyien? Tengem védjetek, mert Dinót összekapom. Probléma van. Vigyetek már engem itt. Várj, három darab futottálam. Na, Edward is összees. Mennyi kell bele, bakker? Oh.
Kéne lőszer, nagyon durva. Ez így nehéz. Gyere fel onnan! Ha belelőttem, hogy hat gold, az sehol semmi. Hú, srácok, itt baj van. Azt mondjuk, hogy legendák is a halál. Hopp, az a rágyó, várja. Ez a fegyver. Ups, ez baj. Húzta kézzel. Üff, anyát hányan jöttek. Hogy van? Négyes a kés. Az anyád úristeni. Az anyád. Az anyádokat. Én kéne lőszer. Nagyon jó. Azt a minden. Püf, rohadjál meg. Egy fekszik. Te is fekszel. Te is. Az. Feküdjél le. Rigi! Hogy kattog Martin is? Nem szólsz be? Amúgy nem indulunk, mert ahogy nézzük, ez már elég gáz. Két ember is elesett. Nem, mehetünk. Várjál, segíts! Basszus, segíts! Ez kiszedett, baszki! Gyere, Rich! Menj! És a többiek ilyenkor mi van? Ők visszakerülnek a védőzónába. Nagy vajuk és kerekünk. Szerintem egy kószogó jó. Na, remek. Hú, srácok! Mennyi átmutatni? Nem volt okay, semmi lehetőségem, hadd... Hát, 60-as. 60-as, nekünk így legyen 60-as. Várjál, már ott van valaki. Hol? Ott megy valaki, mögöttünk. Hol? Ja, ez egy izi? Ez egy hülye. Ja, ez ilyen hülye. Jó, várj, meg hiszed a kocsiból. Még egy hülye. Szia, Atomizer! Örülök neki, hogy itt vagy. Mindjárt megyünk vissza a városba, és utána megyek boltot nézni. Megmutatom, hogy milyen lett, mert elvileg új, tehát nekem is új lesz. Rájövünk, hogy hogy működik. Na, szóval ez holnap a könnyű meg... zóna, van a nehéz oták. Meg gépfegyverek. Az milyen lehet ez a nehéz zóna? Ez már nehéz, ha úgy... Ez nekem is az volt. 150, hát amúgy nem lenne... Megértjük egy elboxot. Mi mondjuk a pirosak? A macsőtével egész jól lehetett apítani. És a pirosba mentünk egyszerre. Amúgy nem, mi nem itt csináltuk ám erdőbe bent, hanem kint a parton, ahol előbb elmentünk. És akkor ugye ott a stég, ha kimegyünk a stégre, akkor ők onnan elfutnak. Nem jönnek ki oda. De figyelj, elsőre azt mondom, hogy amúgy tetszett valamilyen szinten. Ja, gyakorolgatni jó meg is. Aha, amúgy ezt tényleg nem ártanak, főleg a holnapiak miatt. Lehet, hogy holnap. Paintball-al holnap darálunk szürkéket. Több mint valószínű, mert kaptam az infót, hogy a pirosokat folyamatosan figyelik. És ugye megvan az új helyünk. Megvan az új helyünk, és ugye ott szeretnénk tartani egy házavató bulit, amire vevők. Mármint, hogy meghívtuk a pirosokat. Aha. És csanszos, hogy pirosokat követni fogják a szürkék. És így oda találnak hozzánk, amivel nincsen baj, csak akkor erre fel kell készülni. Hát, ez a holnapi nap az nekem off, szóval. Ja, hát csak itt lassú a reakció, ugye. De te nem fogsz felébredni holnap? Hát nem nagyon. Jó van. Na, majd... Remélem, hogy tudunk meg. Mesélni. Remélem, tudom. Majd airstrike-ot küldök valahonnan. Jó. Jó, ennyi volt, akkor mehetünk haza.
Hát ha meg akarod nézni a piros zónát, ja, tudom, nem. Elég volt. Azért nehéz, mert emberenként az NPC-t van le. A többiek most hol vannak? Itt lesztek. Megöld az ötöt, az újra kell, kezdődik. Na most vagytok hárman, és ezt háromszor. Idehozza őket a mentős. Ó, Imi, köszi szépen. Milyen bátor mentős, hogy befutod a vadállatok közé. Ja, ő is egy vadállatod azért. Meg nagyon erősek. Drift mentő. Az. Nagyon erősek voltak. Srácom, most el nem találkoztam szegénykével, remélem nem rúgták ki, vagy ilyesmi. Lehet sokat driftelt. Habár ő volt az egyetlen mentős, aki nagy részben mindig ébren volt. Most ahhoz képest aktivizálták magukat. Jajaj. Hála az égnek. Holnap lehet, hogy fog kelleni. Franszos. Bár a franc tudja. Habár egy szürke meghal, azt ötször fejbe lőni kell a földön, azt lehet, hogy hagyom. Talán. Csá! Na, szia! Hello. Na, hogy vagy? Sziasztok! Hát, szorul, de büszkén. Jó van. Tényleg? Dino, te hogy vagy? Oh, hello. Yeah. Hát voltam jobban, köszönöm. Lekezelték itt a vágásaimat. Figyelj, én azt szeretném elsősorban kérdezni, hogy nem tudom, látjátok-e, de itt a mellényemen én összeszámoltam, 9 darab golyójuk van. Hm? Hm? Szöszi. Na, itt lehet válogatni. Nem tudok semmit. Tessék. Nálam a felén nem vagyok az új bassza. Köszönöm szépen, srácok. Nagyon szépen köszönöm. Itt van, tessék, hogy ti válogassatok. Lehet, hogy én is átlátom itt pár szét. De cuki vagy, köszi. Lehet, hogy egy-két Gellert kapott golyó felét sűjtett. Nem direkt. Amúgy a kerekünk is ki volt lőve az egyik. Még azt sem tudom, hogyan. Én nem látok semmit. Egy pillanat jövök, jó? Addig... Nem tudom, helibe menjünk már, vagy aha, még? Jaj, menj, valag, szépen, menj. Itt látjátok a dobozba, hol amikor? Igen. Igen. Nem, én nem amúgy. Kurva jó. Hát, jó, akkor visszem én majd. GPS, fegyó, rádió, meg KP. Gondolom a KP a tiéd volt. Na, így. Mindegy, majd. És most ami nálam van, az mi legyen? Tehát ilyen raktapaszt, meg ilyenek. Visszük ki. Visszük, jó. A itt igazából macsét tapaszt, hát is nem tudjuk használni külváros, vagyis szigeten kívül. Mondjuk a tapaszt én egyszer tudtam, az a vicc, amikor visszajöttünk. Hát, nem le, tudod hidd el. Letegyem itt a tároló, vagy ott a konténereknél, vagy mi a szarná ezeket vagy a dolgokat? Vagy dobd el, nincs semmi értéke, okay. Nagy gyerek. Köszi szépen, srácok. Eldobjuk már most, én ebben nem szeretnék bajt, ugye szigetről nem mindent lehet elvinni. Ja, szemrendszer, de hülye vagyok. Az első segélyládát is? Igen, az sem működik a városban. Jó. Vegyó meg a lőszer, az maradhat. Bár itt egy valaki hiányzik. Baszki. Nem. Dehogy nem. Dehogy, te. Így vagyunk meg. Amúgy fúgolyóálló ez a szar. Ne lehetünk vissza haza, ez holnap nekünk nagy segítség lesz. Mármint, hogy nem nekünk, hanem majd akit meg szeretnénk védeni. Őket felküldjük ezzel a levegőbe. Meg úgysem, most értem haza. Örülök neki. Nem tudom, Sven, mert most eléggé rottyon lettem már, mint hogy így érzem magamon, hogy el vagyok fáradva. Nem ígérem, jó? Maradjunk abban, hogy nem ígérem. De lehet, hogy egy kört elmegyünk. Vezeste a hét, az biztos, hogy... Ha jó, mi van? Akkor mind meghalunk. Akkor tudta, hogy gatya. Holnap mindenképpen Thomasnak meg Emilynek kéne benne lenni a helikopternek. Ups, fogsa. Majd ír, mindenképpen Sven, mindenképpen. Üdv néktek, szervusz Tamás. Üdv néked is, Tamás. Hello? Hagyjad, ezzel akar valamit kompenzálni.
Csáó, sziasztok! Hello, Armand! Köszi szépen, hogy itt vagy te is. Utána rájöttem, hogy ott tartó pillélek vannak, hogy az ott nem fog összejönni, és ezért atomra húztam vissza. Na, meg vagyok. Na. Kinek a GPS jelölése van benne? További jó játékot. Kösz szépen, Patrik. Kösz szépen. Már nincs. Oksa. Milyen retkes ez a... Bevin. Kicsit jobbra van a haza. Nem tudja, csak direkt egy öngyilkos csinál. Ja. Majd nézem, milyen öngyilkos... Állok majd, figyeld. Mondjad. Előző... Nem tudom. Ezer... Amúgy nem rossz ez a szigetet. Jó, hogy bent van. Igen, a csillagok. Most hova megyünk? Kedik, aztán meg csak sírics. És annyit teszünk kész, hogy a kórházba ébred. Úristen. Jaj, amikor... ez is keménykedik, elő meg belement a vízbe. Amikor anokédes voltam, ez volt a helikoptervizsga. Ja, az a mi. Az a mi. Akkor én nem voltam veletek, hanem én jöttem, értetek. Hát úgy gondolta, hogy funny lesz a vízzel megállni. Aha. Na, aha. Na. Ja. Erről beszélek. Fogtok valamit csinálni? Most már nem, mert holnapra fel kell készülni valamilyen szinten. Én nem még elmegyek boltot venni, és utána megyek. Most már nincs kedvem próbálkozni. Ide jött a 4 éves fiam, még látta a live-ot, és csak annyit mondott, hogy na végre. Melyik részére, Zoli? De aranyos. Jó, akkor mennyi mellé tudok? 11-et. Ja, hogy meglátta a live-ot. De aranyos. Beszarok. Köszönöm szépen. Akkor sziasztok, én léptem. Kösz szépen, Gergő, hogy itt voltál. Cső. Pár holnap gyere vissza. Meg ilyesmi. Holnap lövölde lesz. Kedden meg... meg a növények fix, hogy kirohadtak már, na mindegy. Hát ne is mondd. Kurva jó. Most nézett ide. De aranyos. Köszönöm szépen. Mi a... Gyorsan megmentettelek még. Oh, köszönöm szépen. Na hát ez jó kis shopping túra volt. Azt hiszem. Bedarálta a propellert. Kicsodát? Ricsit. Nem. Nem? Nálam nem, de semmi. Akkor jó. Nálam már rég lesz. Holnap is jó események lesz. Holnap lesz. Akkor pakoljunk ki. Nekem milyen telom van? Xiaomi, Redmi... Note 10 még, de aztán alma lesz. Skacok, szerintem én most ellépek, holnap jövök olyan 3-4-7-kor ide haza. Oké, és jó pét. Aztán megbeszéljük itt a dolgokat. Ja, itt vannak az autóink. Már csak a BMW-m kéne. Nem ezt akartam. Elnézést kérek. Oksa. Nem kell. Tankolókártya kelleni fog, GPS nem kell, a cigim az kell, ez is kell. Igen. Vegyük úgy, hogy levettük a mellén. Mi volt ez a lövölde? Nem tudom, ki volt. Én voltam, megnéztem, hogy mennyire golyóálló ez a szal. Oksa. Nagyon, hidd el, hogy nagyon. Na, skacok, amit én gondoltam... Igaz, hogy golyóálló, de már füstöl. Hogy? Amit én gondoltam volt... Az ő lenne. Vagy... Vagy ő.
szerintem őt kéne megvenni. Ez az eléggé olyan központú helyen van, hogy megéri belefektetni. Jó hét és további szép eset mindenkinek, készülök, sziasztok, hello csá. Oké, Zolikám, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kitartást, és akkor holnap várlak téged is szeretettel, csak úgy, mint a többieket. Nem tudom, mi lesz a holnapból, skacok. Kicsit tartok tőle, az tény. Rakoncátlan volt az autó. Szóval tartok tőle egy picit, de lehet, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Nem kéne nagyon leverni. Ha jól emlékszem, akkor ezt a boltot Dave mondta, hogy ez még megvehető. Ó, meg el kéne vinni a BMW-t fényeztetni. Még jó, hogy mondtam a Tomászéknak, hogy nincsen több fekete autónk. Baj. Milyen almát akarsz venni? Á, nem tudom, 12-n gondolkodtam. Igen. Nincs tulajdonosa. Igen, ez eddig nekünk nagyon jó. Oké. Megveszünk. Jó. Igen. Szerinted, ha most én pakolok egy áttémet, az nagy köcsökség? Olyan nyugodtan, hogyha úgy van. Csak kiképzésen vannak a rendőrök. Ja, na mondjuk az baj. Ja, várjál, hátul lesz a... az iroda. Nem tudom, inkább ne. Igen. Majd kiképzés után, és akkor kiderítjük, hogy tényleg jó volt a kiképzés. Szépben most van félmisi. Bolt név megváltoztatása. Mi legyen a boltunk neve? Skacok. Van neked BMW M4-ed? M4-em az nincs, M5-ösöm van. Meg... De nem, két M5-ösöm van. Bosco... Vegyes boltja, vagy mi legyen? Mr. Gold Shop. Bob Shop! Egyre jobb. Mi legyen a bolt neve, srácok? O'Brien Store. Bosco, az mondjuk nem rossz, Ádám. Az nem rossz, az tetszik. Várj, ezt beírom elsőnek. Deszkó, köszi Walker, köszi. A Bosco Shopot többen írjátok. Bosco Shop, akkor az megfelelem. A vonász az azért tudod, azt nem akarom belekeverni, mert az ilyen ICOC-s dolog lenne. De ez a Bosco Shop, ez így belefér. Akkor ez szerintetek is jó, mert többen is villám shop. Villám? Miért legyen? Hát mondjuk a villám sem hangzik rosszul, de ez a Bosco, ez többeteknek tetszett. Legjobb volt. Hát ezt mindenki tudja. Tehát ha már ez a neve, akkor már ez a legjobb lehet. Ingyén van minden shop. Ingyén van minden shop. Nem. Ja, a kérdésed? Nem. Boltonként... Na nem, helysz... Üdvözlöm, bolt tulajdonos úr. Tiszteletem, Dév úr. Bármi segítség lenne szükség, nyugodtan szóljon. A bolttal kapcsolatban. Oksa. Alapismertetőt nyújtsak, vagy nem szükséges? Hát figyelj, ha már itt vagy, akkor nyugodtan. Jó van. Ugye láttad kint, hogy vannak ugye azok a helyek, ahol uh-huh. ugye be kell pakolni a dolgokat a kosaratba, majd ki tudod fizetni a kasszánál. Uh-huh. Oké. Okay. Ugye megvetted a dolgokat, ráírtam a nevedre, minden okés volt, ez uh-huh. örökre ugye a tiéd. Lényegében annyit kell csinálnod, hogy itt látsz egy CP-t, ahol belépve előjön egy menü úgymond. Itt van olyan, hogy a raktár, kötője berakás, vagy valami ilyesmi a neve. Meg névváltoztatás, meg safe. Safe-re rányomva kiadja az összes bent lévő pénzt. Így tudod kivenni, ha annak az értéke legalább 50 ezer forintnak megfelelő. Ja, 50 akkor 000. Betenni úgy tudsz
tárgyakat ugye, amiket árulsz, de csak olyat tehetsz be, amit enged a rendszer, uh-huh. Ha, és van is ugye nálad. Például van nálad 100 rádió, rányomsz, hogy készlet vagy raktárkötője berakás arra a menüre, utána kiválasztod a rádiót, rányomsz és beírsz, hogy 100. És akkor 100-at tőled betesz. És ugye amennyi bent van, abból tudnak lerúlni az emberek. Hogyha kevés van, akkor nem tudnak vásárolni abból a termékből nálad, vagy tőled. Oké. Átnevezni át tudod a boltot. Átnevezésen. Akkor a térképen is úgy fogja... Aha, Bosco Shop. Most már úgy is van a térképen. Király. Illetve amit még tudni lehet róla, hogy látsz a térképen egy olyat, hogy bolt árufeltöltés. Tudod beszállítani a dolgokat. Érdemes egy nagy csomagterű autóval menni, aztán akkor jól be tudod szállítani. Köbben ennyi amúgy. Ez nyitható? Köbben ennyi amúgy. Sok, köszi. Akkor elnézek a boltoshoz, veszek egy pár dolgot és akkor áthozom. Oksa. Okay. Rendi. Köszi szépen. Nincs mit. Csövi. Érzek ott. Jó streamet. Üdvözlöm nézőket. Hallották? Hello. Csövi. Na, akkor Dave gyors talpalóját hallhattátok, srácok? Szerintem egyértelmű. Nagy rakterű autóval... Ez pont nem az. Jó, 185-öt adott. Még az is gyenge, de mindegy. Menni kéne egy nagy autót. Visszatértem a motorozás után, mire maradtam le. Ezt nem tudom most elmondani. Voltunk a szigeten, kicsit daráltunk. 6 papírt lophatok valakitől. Milyen papírt? Ja, ilyen cigi papírt. Srácok. Ja. Az baj, nekem nincsen benn papírom vagy ilyesmi, úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy simán. Viszem. Aha, direkt. Hát most ez ilyen kis karácsonyfás. RGB-s amúgy már. Ez a lopakodó üzemmód. Nem én voltam. Csáva, az ott ott áll. Ez komoly. Csá, Ákos! Hello! Azokat le kéne pakolni, én úgy gondolom. 21 óra 3 van, még elmegyünk egy adag áruért. Hello, Audi. Viszlát, Audi. Há! Nagyon jó. Itt a bogarunk. Azt hiszem lehet venni teherautót a szalomban. Én is úgy emlékszem, lehet azt meg kéne hasolni. Léci. Köszi. Jó. Egy bemegy ide. Akkor ezt a hetet is letesszük. Nem akarok a rendőrökkel balhét. A többi az jó. Megnézzük. 5 milla. Mindjárt elviszünk valamit ragacsot, vagy azt mondom, hogy szart. Ha izében mennék, a Fiat 500-al senki nem vinné el tőlem onnan. Hidd el. Azzal is megyünk. Látok, mert ha már ezzel az autóval megyünk, bocsi. Bocsász. Rövesz ki a tárolózió. Nem az, hanem legyen ez. Világos, de mégsem. Kivel találkoztál, hogy tegnap a szabad kérdeznem. Takama is volt. Mindjárt oda. Takamával is találkoztam. De hát elképesztőek vagytok. Rendesen meglepődtem. Tök jó érzés volt. És örülök neki, hogy odajöttetek mind a ketten. Ez az autó, ez a best. Ez még
intuningoltattam, ennyi. Legjobb. Hogy néz ki? Undulsz. De van úgy nem. Nekem tetszik. Ide így beállunk szépen. Maradj. Mi az a motor? Hello. Viszlát. Nagy rakterű autó. Mondjuk ott volt az a pick-up, az egynek elmegy. Valaki elmegy venni nekem egy telefon? Meg elvileg litráik is vettek teherautót. Tudok adni kocsit. Már elveszítem az... Motor, motor... De most az 5 millió megéri. Vissza fog nekem annyi jönni, Dodge-rám, igen. Autó... Iva... Speedo. A Toyota az nem nagy rakterű? Ja, a Forerunner, terepjáró. Hát... Megpróbálom akkor, az igazad van, Sven. Hopp, most jut eszembe, hogy van egy terrautóm. Ott volt a terrautó, igen, de itt igazatok van, hogy ott van nekem a izé. Toyota. Én is így gondoltam. Lehet, hogy ebből nem lesz semmi, srácok, de a képet úgy elvisznek magukkal. Amúgy igen. Vágén kutmú. Holnap megnézzük az állatkereskedést is, srácok, azt veszünk valami vérengző állatot. Azt hittem túlsz leszel. Amúgy tudja, hogy az leszek. Visszük a terepjárót, aztán irány a Monchiliárt. Esélyük sem lesz. Oda néz. Ezzel átmegyek rajta. Nézd meg, azt eltapostnám ezt a kis autót. Legyen már rózsaszín a LED. A LED, az volt, világos rózsaszín. Kutyát, veszünk kutyát. Amúgy itt... Hát láthatom kártyát felhasználom. Na gyerekek, jól tele vagyok. Na, mesélj. Pedig be se raktam neked. De vicces valaki. Tudom. Vizsgáztam belőle. Csillagos kettő. Csillagos kettes, hát én. Jó, jól fizet ez a jointos meló. Nézd a videót, amit Instán küldtem? Nem. De megnézem. Hoppá, várjál. Igazából, hogyha odafigyelsz rá, akkor annyira naponta tudtam, 2 millió simán ki tudsz beletermelni. Úgyhogy csak igazából 5 magot használtál fel. 2-t, 12-t szoktam naponta. 12-t. Én 12-t szoktam naponta, bocs. Hát oké, én naponta csak egy 5-öt szoktam. Na nézzük. Várjál, lejövök. Srácok, itt vagyok most, fogalmam sincs, hogy hol, lent a partnál próbálok árut vinni a boltomba. Egy kék Mercedes ólálkodik körülöttem, lehet, hogy el fog vinni, a Toyotával vagyok kint. Kripszös, megyek. Ja, nem azért, hogy gyere, csak hogy tudjatok róla, hogy franc tudja, hogy milyen vége lesz, csak hogy tudjátok, hogy a kékek ólálkodik. Melyik parton vagy?
Megvan a te számod nekem? Maszkos van, aha, megvan. A maszkosnál vagy? Aha, lejjebb egy picit. Melyik igen, oda? Mondom, melyik izénél vagyok, tetováló szalonnál. Kettes tetováló szalon van itt tőlem nem messze, és egy kék merci holálkodik az előbb, meg egy kék motoros volt mellettem. Ja, itt rögtem le előbb a pénzt, gondolom mentek leadni a jointet. Ja, akkor jó. A most meg egy fekete BMW húzottam. Az én vagyok. Ja, az te vagy. Na, akkor pont láttalak. Te mész egyenesen? Nem, én itt állok a bolt beszállítónál. Az baj, hogy ezt lehet, hogy te nem látod ezt a kis céget. Itt a kék Mercedes. Visszább gyere, amerre elhúztál. Már látlak, itt vagyok veled szembe. Még gyere egyenesen. Egyenesen, itt vagyok, állj meg. Neked jobbra. Szép de. Napot. Mizu. Ez egy ilyen extra munka amúgy? Mert még ezt nem csináltam. Nekem is új, amúgy. Ez most jött be amúgy, nem ugye? Igazából, ha van egy boltod, akkor ettől az úriembertől tudod felvenni a készletet, amit el tudsz vinni a boltodba, és fel tudod tölteni, hogy tudjál eladni. Ez jó tudni, mert úgy gondolgattam ilyen boltba, és csak nem tudtam, hogy ilyen, hogy lehet ilyen dolgokat. Azt hiszem, ez is ilyen extra munka. Ja, nem. Hát ugye most vettem át az új boltnak a papírjait, és azt intézzük, aztán itt jönnek a kollégák segíteni. Jó, köszönöm szépen az információt, sok hasznos volt. Köszönöm, viszlát. Viszlát. Ja, ennyi. Igen. Jó. Oksa? Hát nem tudom, láttad a tükröt. Persze, tükröm mond meg nekem, hogy a szürke van itt a vidéken. Amúgy az is kék. Nem baj. Hello. Ókre György. Szia. Addig maradok itt, jó? Köszi, egy pár dolgot elviszek, hogy lássam, hogy hogy működik, aztán majd holnap, hogyha éppen ráérek, akkor majd feltöltem fúra a boltot. Na nézzük, azt mondja, hogy Baraszli, azt mindenki fogja vinni. Jaj, vettél is boltot? Igen, az új ember teli van ám. Legalább belvárosit vettél, 20 000 PP-ért? 15 és nincs messze, a favágó útvonalon van. Na majd akkor el is megyek oda, aztán veszek valami. Intézzünk kedvezményt. Mit vegyünk még? Most srácok, tényleg csak ilyen alapdolgokat veszünk. Hot dog. Srácok, hot dogot muszáj venni. Visszaveget leprédikált, amúgy. GPS, az elsőételi sors egy, vontató, öngyújtó. Öngyújtóért is szoktak jönni, tuti. Jó, ennyi. Lehet itt kapni notest, öngyújtót, igazából mindent, amit egy boltba keresnél. Ő egy 50 forintot át tudsz dobni? Csak 50-et megnéznék hogy ne. Igen, nem tudok én hozzáférni, úgymond. Azt mondja, hogy nincs papírom hozzá. Ja, nekem is itt elkérte az engedélyemet. Tessék. Köszi. Ajaj, baj van. Mondja. Tele? Nehéz? Nagyon sokat kikértem. Akkor gyere, adjál valamennyit. Már sokkal könnyebb. Azt hittem, hogy dobozba kapod meg, és így ki kell rakod, nem, és... zacsikba. Zacsikba átadja, aztán tudod, még friss. Jó. Jöhet. Amúgy azt ajánlom, hogy GPS-t vegyél. Aha. Meg, mi az? Rádiót, mert ez sok helyen néha nincs. Szóval, hogy így... Tudja, hogy az ilyenekre fogok rámenni. Meg a sió. Az jó, aha, mert sokan veszik, mert ugye rostos. Egy cigit nem tudom betenni a csomiba. Jó.
Na, szerintem első körben ennyi, ezt felviszem gyorsabb bolthoz, ezt beteszem, és akkor megnézem, hogy ez hogy működik. Oké, okay, addig jövök utánad, hogy... Köszi. Egyedül nem fogok egy egész csapatot megállítani, de mindegy. Boszkósó. Tépek el lesz, hogy biztos, hogy nem. Ha a Blatz-szal van szövetség a Blatz mellől, nem tántorítunk. Semmilyen szinten. Hát, ha nem kanyarodok be a szerelőterepre, akkor engem is elkap egy kék. Ja, nagyon olálkodnak most itt, nem tudom mire mehetnek majd. Bolt, vagy ilyesmi. Megtudom, hogy az én boltomat valamelyik kimeri rámolni, az olyan szinten rá fogok szállni, hogy megbánja még azt is, hogy megszületett. Jó estét kívánok mindenkinek, szervusz Norbi, neked is. Pár piros gyülekezett a klubban. Ott egy bolond tábla. Majd elolvasod, amit írtam. Persze, nem kell. Na, hát ő az a bizonyos bolt. Ki mit csinál? Ha. Én eljöttem egy kis áruval a boltomhoz. Ricsi jött támogatni, ha esetleg betámadnának engem, de ennyi. Azért. Dino? Terepen vagyok. Hisz most mindenből beviszek 10-et. És a benzinkutat is? Te tulajdonodban van, vagy az így nem nagyon? Az nem, az szerintem az különálló. Merre vagytok? Na, mert az úgy király lett volna egy jegybe. És akkor ja, egy kutat. Én Ricsivel a boltonnál töltöm fel az árut. Aha. Melyik a boltod? Nem tudom már ezt. A Mirror Parki. Akkor az. Akkor azt tudom én. Elvileg, és akkor tároló, igen. Bosco a BMW-del vagy? Toyota-jel van, nem? Ja, a Forerunner-re. Ah, látom, megnézed a GPS-t, azt oda is van írva, hogy Bosco, Bosco Shop. Muffin, cigi, baraszklé. És hogy van ez? Meg tudod adni az árakat magad, vagy...? Nem, az már város szintű. Aha. Jaja. Hát amúgy én is akartam volna, mert én már hajnal-hajnalán följöttem, csak láttam, hogy mennyibe kerül egy belvárosi ára, meg egy külvárosinak is, és... megjött a kedvem az érvágáshoz. Mi van még? Baraszklé, hamburger. Hamburgerből 5. Baraszkléből 10. A sorsjegy. Sorsjegy, abból is 10. Itt nézem telefonon, mit harcolnak ezek most már megint. Melyik az? Nem tudom melyik csoport, de hát egymást. Mi nem adjuk meg magunkat, mi nem opció ja, megadás, ja, ja. Meg ilyesmi. Biztos megint vagy a szürkék, vagy nem tudom kik. Még azok ilyenek. Van még nálam valami? Notesz. Nagy kép is szarok. Igen, még valami. Ez már a sajátom. Jó, az első körrel meg vagyok, hozom a többit. A litra az élet társad. Nem. Nyitod egy ládát, például. Atikám, ezt bepakolom. Valakinek az autóját kivehettem a garázsból. Csak mert nekem az egyik le van robbanva, a másik meg hát... ezt bepakolom, és utána nyitok egyet, oksa?
szerintem kivesz bármit, hát most ott vannak. Van. Barackli. Muffin. Arpic. Miről beszélsz? 20. 15. Jó, és akkor még ezt a 3 GPS-t is beteszem, mert ki tudja, hogy kinek fog kelleni. Na vettem is 5 baracklevet, szóval majd megnézheted, hogy így a kosszába lesz pénz, vagy nem tudom. Oké, ránézek, most hozok még baracklevet, úgyhogy próbálom tölteni a készletet. Nézzük, nőtt a kassa? Nőtt. 2950-nál. Szép napot, üdvözlök! Hogy hívják azt a részeget, ahol a boltod van, Boszkó? Mirror Park. Aha. Na jó, van, utálom a BMW-t, viszont ez kurva jó driftel. Wow! Azt kurva élet. Hotdogból van 20. Jézusom! Félreértsétek, nem szerettem meg a BMW-t. Viszont atom jó driftel. GPS-ből 4-et beteszek szerintem. Na, azért most veszek is kaját. Én már vettem baracklevet. Kemény 3000 forint. Kemény. Mennyiért osztogatnak egy ilyet? A rendszám nem tudok beszélni. A rendszám táblájára az van rá, hogy your mom. Ja? Szerintem... Az olyan... 7 millió, nem? Vagy 10? 3000 bitcoin. A jormámos az nem, az alapból rajta van. Nem? Ja, hogy olyan. A jormámos az alapból rajta van. Egy muffin. Ám, lehet, hogy veszek egyet. Hát ez kész. Eladó az enyém. Mennyiért? Van az a pénz. Mit közül? Fullos, fullos. Csak egy kijárat, tudod, hogyha valaki... Na, mint... 6 millió. Igen, legalább itt ki tudsz menni. Itt ki lehet jönni. 6-7 körül. Szép a fülbe valód vadász. Kösz szépen, Ábel. Ez itt az én BMW-m. Aha. Baszárd üres. Nem, ez nem az, nem? Nem. És itt nem, van a cuccos. Nem tud ilyen munkát most. Beszarok. Az csak benzinkutas munka. Tudom. Meg volt olyan a oh, de jó drifter! Itt vannak a szendvicsek, meg a hambik, amiket annyi már van. Betettünk. Jormáme. Ez, ez kegyetlen jó. Hát föl kell tölteni rendesen a készletet, hogy legyen. Nézd a BMW-t. Aha, pacek. Jó lett. Szép. Na de én megyek, sziasztok és jó játékot. Kösz szépen, Ábel, mindjárt nyitok egy boxot. Na belehagy. Jön ez az állat, figyelj. Itt nem belehagy. Na csá, van egy ilyen nekem is, majd lehetne tolni egy ilyen csoportos driftet. Kurva jó a cucc! Nem szeretem a BMW-t, még mindig szívből gyűlölöm, viszont rohadt jól driftel, azt kell mondjam. Na, majd akkor figyelj, menjünk ki a lovaldá... Na? Ő se tud beszélni. Csak tankolni kéne bele. Én azt szoktam bele menőzni. Én a pubi környékén. Én lovardához kimegyek oda izéhez. Az is jön. Szöszi, akkor 8, vagy mennyiért? 6-6-ért adod? Nem tudom, annyira nem adom át. Akkor miért mondtad azt, hogy eladó? Mellének jobban ütem volna. Mit ahogy megeszed? Na, de Isten, mi megy itt felülete? Én is. Ez már kezd, na mindegy, mi lenni. Igen. Kezd már irritálni. Húha, már értem. Na jó, van, skacok, köszi szépen a segítséget, Ricsi, neked is, meg nektek is, hogy jöttetek. Visszamegyek főpubba, szerintem most így megláttam a BMW-t. Leszedem a kulcsát, aztán kijövök vele, forrók egyet a publik környékén. Jó. Aztán utána fekszek, és akkor hova a naptali? Oksa. Oké, és hát akkor jó pét, meg egy jó driftet addig. Köszi szépen. Jaja. Na, jó éjszakát, Vicky, kell valakinek őszer, mert most van nálam 3 dobozzal. Nem. Nyitottál, mi? Lehet játék függő. Hát lehet. Tudom, melyet is nyitottam. Csomiból betegyem a Mercedes-be, elviszük. Elfér, hogy ne férne. Rendőrök úgyse veszik észre. De ahogy is nem észreveszik, sztrát vágnak 5 millió számla. Az szép lenne. Kinyitod? Még be is zárnak. Ja. Na, nem volt kinyitva, wow.
Mi ez a grammérleg itt még hátul láttam? Ja, hát azzal kell kimérni, szóval a kis füvecskét. Helyes. Na jó van, szavaztok srácok. Botanikus kert. Én is elköszönöm további szép estét, nagyon szépen köszi. Csöves? Ah, szépen, hogy itt voltatok. Jaj, tényleg, Boszkó. Na mondjad. Ez tényleg ezzel akartam beszélni veled, van két csávó. Igen. Ki hirdetett magának ilyen munkát, vagy ilyen illegális munkát vállal. Mi ezt szépen Ricsivel végig gondoltuk, kezdtük úgy, hogy elküldtük krekket szedni. Szedett nekünk 400 krekket. Most elküldtük, hogy csináljon nekünk ilyen, mi ez, füvet, ugye? Ja. Úgyhogy ez ilyen már így kezd fölmenni így a szint, úgyhogy ha úgy van, még egy-két feladatot adunk neki, akkor lehet, hogy meg is lehet benne bízni. Az hogy odáig nem akarok kimenni. Jó van, figyelj, hogyha dolgoztatjátok őket, és úgy gondoljátok, hogy megbízhatóak, akkor beszéltünk velük. Jó. Oké. Okay. Majd segítsetek már, mert itt a környéken akarok majd házat venni. Mindegy, nem akartam pénzt kötni, itt van mellettem akkor. Mirror Parkban összes jó. A Mirror Parkban az összes el van véve. Igen. Azt mi? Már mind, aha, és minden szomszédom van. Mindenhol. Na jó van, sokszor. Lépek. Azért mondom, hogy majd keres. Izé, majd. Jó van. Oké, és majd segítséget. Hellóka. Köcső. De várjátok, mert veszek telefon. Telefon, azt hiszem, azt nem is tudok venni. Nem. Az a műszaki boltosé. Jaj, jaj. A tényleg. A publik körül megyünk egy kör driftet. Amúgy ez a bolt, ez hihetetlen jó. Ez is. Itt ezek mind vannak. És ugye annyi a lényeg, hogy akkor 50 ezer van bent fixen. Nézem konkrétan a Mirror Parkot, hogy van-e valami, de szerintem már nincs. És akkor 50 ezer forint fölé, amit te termelsz, mert ugye nagyon olcsón veszed. Amit 50 ezer forint felett termesz, azt te ki tudod majd onnan venni. Például ez amúgy nincs elvéve. A Mirror Parkba bent. Úgyhogy megérős. Na majd mindjárt megnézzük akkor. Megyünk egy kört, driftet, spacok. Kettő nincs. Az ilyen nagyobb házak, azok nincsenek elvéve. Ez például jó. Majd várjál meg gyors, vedd már meg ott egy pár perc. Mindjárt tényleg csak gyors, csak veszek telefon. Csak nekem itt van 200 papír, meg minden a csomimba. Jó, hát meg vagy 100, mint rágyos 100, azért. Így már halljuk is az autót. Na, és akkor itt megpróbálunk egy szép driftet leírni. Valamennyire adta. Walker, hát most nem mennék már föl, mert fél tíz van. Legközelebb oda fölmegyek. Na, skacok. Hát a mai az ennyi lett volna. A holnapi napra készüljetek fel ti is valami rákcsával szerintem. Mert izgalmas lesz. Hello, Mr. Pirosak. Csá. Jó, úgyhogy a holnapi nap az akkor lövölde a szürkék ellen. Valamilyen szinten több, mint valószínű, szerintem. És... majdnem sikerült leírni. És... Holnaptali. Tour event. Uksa. És akkor holnap találkozunk, addig is jó pihenés, mindenkinek nyugodt, lájtos hétfőt. Aztán beszélünk majd. Szerintem feljövök, lehet, hogy holnap úgy kezdek, hogy fél hét,
akkor fél óra alatt feltöltjük a boltot, 7 órakor már hazamegyünk, és akkor lemegyünk a blácosokért, és akkor felhozzuk őket a házhoz, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a szürkékkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, jó éjszakát mindenkinek, jó pihenést, aludjatok szépen, nyugodtan, ilyen hasonlók, ne legyen rémálom senkinek, nem tudom, ez honnan jött, valaki írta, mikor? Szerdán? Múlt héten vagy csütörtökön, hogy tök szoblalok, mert rémálma volt, úgyhogy rémálommentes éjszakát kívánok mindenkinek. Falgáz ingyenes lesz, így van, azt meg is szerezzük, és abból lesz stream is. Good night, köszönöm szépen Ricsikém, és köszi még egyszer, hogy jöttél segíteni. Holnap Tali, jó éjszakát, csöcső, szavaztok! I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me me. Trying not to go home.